mögött vagy kint az utcán. Télen és nyáron a hajnal hasad, a meló van, vagy csak pirítod a hasad. Valami felrász magához húz, lehetsz már kor előtt, vagy egy hiány húz. Tudod, hol a helyed, a napban két szó. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Szevasztok, pontosan 4:60, János és Ferenc már itt vár benneteket, és Balázs is vár, de ő nem itt. Sziasztok, jó reggelt, így van. Hát egyelőre nem kaptunk tőle SMS-t, hogy nem érkezik meg, viszont tegnap délután, illetve már 10 után is azért látszottak rajta a lebetegedés jelei. Kezdett elszállni egy kicsit az arca, de ettől még persze nem gondolnánk azt, hogy beteg, mert hogy ez már korábban is azért előfordult fel egyszer-kétszer, de én este beszéltem vele, és akkor mondta, hogy ugye láza nincsen, de kicsit ilyen dudaszerűnek érzi az orrát, és mondjuk ilyen bugykosszerűnek a fejét, úgyhogy a hasával nem volt gond. Igen, mert tehát amikor nem volt. Elment, akkor a Lacival még arról beszéltek, hogy melyik jobban, nem róka vagy a róka. Igen, igen. Hát este már nem volt gond a hasával, és akkor sem, amikor elment és mosták fel a folyosót utána, már akkor sem volt gond. A hasával is fertőtlenítették nagy erőkkel. Szóval lehetséges egyébként, hogy ő most egy picit megaludt, és akkor pihenget, de nem baj, jobbulást kívánunk neki, ha ez így van, és akkor majd holnap csatlakozik hozzánk, ha csatlakozik. Neked írt, Laci? Neked se írt. Gyere, úr, és mi van, ha ellopták? Figyelj, akkor hát... Mi van, ezt mi a van, ha elrabolták idefelé? Ha elindult otthonról, beült, mert ugyanúgy fölkelt, mint minden áldott reggel, csókot nyomott feleséges gyermek a homlokára, beült a járműbe, Eli, ne hívjad, ne zavard már, Laci, ne hívjad. Simán előfordulat egyébként. És hogyha, de és ha az emberrabló, érted, már úgy van, hogy eltulajdonította, ki van kapcsolva? Aha. Hát akkor bizony akkor itt gond van, így van, vagy annyira beteg volt már, hogy rutinszerűen bement a damba. Egy év után, igen, és ott áll az aktuális dörömből, rúgdossa az üvegajtót. Tudod, mi van, nem most tudjuk. Ott egy gyógyszertár. Ja, tényleg. És akkor ja, hát akkor beteg, meg teljesen akkor meg logikus. Mindenféle anyagokkal ő kezelte magát tegnap, ami nála már a nagyban jele, mert egyébként nem nagyon szeret gyógyszereket beszedni. De mindenféle ilyen forró italporral, meg a klasszikus ilyen lázcsillapítóval, meg ilyenekkel próbáltam mondjuk szintre hozni magát. Úgyhogy szerintem ő még picit most megbetegedett, küldjétek neki a pozitív energiákat, hogy holnapra jobban legyen. Jó, de ha valaki mégiscsak látta elindulni otthonról, és fél úttól meg már nem, tehát hogy eltűnt, akkor viszont gyanakodjunk, mert például én úgy tudom, hogy ő nem nagyon szokta éjszakára se kikapcsolni a telefonját, tehát nem. Egy 0-24-ben akkor már ott nagyon lehet a baj, hogyha ő a telefonját nem tudja kezelni, mert hát ugye függő. De nem mondom, ez azt történt, hogy ellopták a csávót, és az emberrabló, hogy mi se akadjunk rá, tehát mert a Laci például be tudja azonosítani, érted? A Laci annyira penge ilyen technikából, hogy fölhív valakit, és látja, hogy hol van. Hát bizonyám. Érted? Na most, ha én emberrabló vagyok, mi az első? Kilököm a telefonját, kinyomom, hogy ne legyen ugye nyoma ennek a fiúnak. Teljesen logikus, így van, de az is lehet egyébként, hogy nem a Balázsra volták el, hanem a telefonját, viszont ez nem túl jó konstrukció, ne fizessetek érte. Ne hát szabadítsátok nagyon, ki, majd hát várjátok már a következőt, olyan, igen. A lényeg, de azért nem olyan rossz. Na jó van, szóval majd érkezik ez a lényeg a dologban. Egyébként meg szerintem valami sámánhoz kéne forduljon ezekkel a bajaival. Ezt most azért jutott eszembe, mert megyünk ugye megint a Harbi Fesztiválra. Igen. Most már szerintem 2 hét vagy 3 hét, valami ilyesmi. És most olvastam, hogy ott lesz a kedvenc Pataki Attilánk is. Ja, tényleg. Hát ő rendszeresen jár erre a dologra, de most külön eseménnyel készül. Azt mondta, hogy tűztáncot és naptáncot fog járni, dobbal kísérve, mert ő neki nagyon fontos. De most ez komoly. Igen, hogy a hárlisok ne ázzanak meg, és hogy jó idő legyen. Aha. Alsó őrsön. Én már nem lepődök meg semmi. Én teljesen az Attilával vagyok, csak emlékeztetnélek a 2 évvel ezelőtti kitelepülés sorozatunkra, ahol Nyíregyházán a közös erő eloszlatta a felhőket. Ja, hát akkor bármi történhet. Emlékszel, ott álltunk a stúdió előtt, és együtt nyomtuk a mantrát, valami ilyesmit, és az működött. És működött. Na most, ha én az amatőr, és a mi hallgatóink, akik szintén nem sámánok szerintem, hanem normál igen. emberek, ezt meg tudjuk csinálni, akkor Pataki Attila, aki viszont egy igazi sámán, simán megcsinálja. Simán. Én azt javaslom egyébként mindenkinek, aki fogékony erre a témára, hogy és Balázs is közéjük tartozik, hogy egy nappal korábban menjenek már lerandízanak az Attilával, és akkor így kószáljanak már így körbe a környező gabonaföldeken, és keressenek köröket benne. Jó, és aztán pedig majd Balázson is járjanak meg, tűztáncot is járjanak meg, jósoljanak belekből, meg csontokból.
Hajrá. Ezt mondjuk nem mondta, ezt kicsit túlszínezted. Ja, jó, túlszínezted hát a dolgot, tehát ő csak azt mondta, hogy tűztáncot meg naptáncot fog járni, és dobolni fog hozzá. Jól van, nem baj, hogy én a hagyományos utat választom majd. De az jó lesz, nagyon megyünk. Ha már ezt megemlítettem, a Harley Fesztivált, akkor mondom, hogy ugye minden évben szoktunk valami mókát kitalálni. Uh-huh. Hogyan vonulunk le miként, az idén is lesz valami, de... De nem lehet még elmondani. Még titkos. Azt a rendhagyó utazási igen formát. Igen. Aha, tök jó lesz egyébként. Én is már tudok róla, és marha jó lesz. Jó, te tudod? Nagyon izgis lesz. Azt hittem, hogy legalább neked újdonság. Hát csak, de lehet, mondta, hogy nem ugyanazt tudjuk. Hát jó, de nem mondhatom el, mert akkor a hallgatók meg. Ez az, nem tudjuk lecsekkolni. Majd két megszólás között, akkor megkérdezem, jó, hogy jót tudok-e. Ahogy tudunk erről valamit, akkor fogunk mindenkit értesíteni. Na, ha már betegségekről van szó, tegnap elfelejtettem mondani. Evidált téma, gyerekek, elcsapjunk bele! De annyira nem durva egyébként a sztori. Tegnap előtt, pontosabban néhány nappal korábban felhívtak egy kétbetűs banktól, pontosabban egy olyan alapítványtól, aki azzal foglalkozik, hogy ennek a kétbetűs banknak a jóvoltából gyerekeknek szervez meseolvasást, beteg gyerekeknek alapvetően, és meginvitáltak egy nagyon helyes, nagyon szép, nagyon pozitív kis kezdeményezésre. Ellátogathattam ide a közelünkbe, a Szent László kórházba, ha jól mondom egyébként. Igen, szerintem igen. Képes könyveket vittem magam, és mutogattam nekik, és próbáltuk együtt értelmezni a képeket, és remélem, hogy jól mondtam egyébként a kórháznak a nevét, alapvetően írtam a kórházon. Lászlói. Akkor jó. Aha. Na, akkor jól mondtam. Ahogy mész befelé, ülői bal oldal. Az lesz az. Az Szent László. Na, kiváló. Jó, és meglátogattam ott egy kislányt, egy újpesti kislányt, akit Emiliának hívnak, és hát egy tündéri, aranyos, tényleg nagyon értelmes, nagyon okos kislány. És elolvastam neki egy mesét. De jó fej vagy. És egy gyereknek kell, vagy körbeül? Az összes beteg gyerek odajön, és akkor lehet több. Ez az infektológia volt, és ott így külön-külön vannak szegénykék, így ott egyedül vannak gyakorlatilag egy ilyen zsilip kapu mögé bezárva, egy egyszemélyes ilyen kis szobácskában. És akkor be lehet hozzájuk menni, egyébként gyakorlatilag bárki jelentkezhet erre a programra, és hogyha úgy gondolja, hogy ezeknek a gyerekeknek örömet szeretne szerezni, vagy egy picit el szeretné felettetni velük az állapotukat, akkor beregisztrálhatod, és akkor majd egy közös időpont kiválasztása után elmehet és olvashat nekik mesét, lehet vinni egyébként mesekönyveket is, meg ott is lehet kapni. De nem kell ismert embernek lenni, ugye? Tehát ez most a hallgatónak is szól. Nem. Ha valaki úgy érzi, hogy mondjuk jövő héten kedden délután van egy szabad órája, egyáltalán nem, akkor regisztrál, megbeszélik az időpontot. Aha, és mit olvastál? Egy pár hónap ezelőtt már így hallottam erről a kezdeményezésről, és akkor már nagyon tetszett, de hát nyilván ilyenkor mi szokott lenni, hogy minden valahogy hogy egy fontosabb. És akkor, amikor most jött a telefon, akkor tudtam, hogy ez egy ideál, igen. De tehát jó, ilyenkor nem lehet nemet mondani, el kell menni. És nagyon jól választottam egyébként, nem vittem magammal mesét, mert ott volt több mesekönyv is, és én Benedek Elek ezüst mesekönyvéből választottam, mint a világ legszebb meséről van szó. Egy nagyon kedves mesét, aminek az első két mondatában már ketten haltak meg. Szegény. Mondtam Emiliának, hogy válasszunk már, válasszunk közösen mesét. Szereted az állatokat, Emi? És akkor mondta, hogy igen, szeretem. Hány és akkor semmi? Azt mondja, hogy hatodikban volt már, öt elmúlt, de hat még nem. Aha. És nagy csoportos óvodás. És mondom még egyszer, egy tündér aranyos, nagyon szép helyes kislány volt. Hú, ez annyira, gyerekek, ez annyira klasszikus a sztori, tehát, hogy elkezded olvasni. Tudod, és már a második mondatnál sejtett, hogy itt nagyféle nyúlás van. Mondom, melyiket választjuk. Hát te is szereted az állatokat, de hol nagyon szereti őket. És akkor melyik legyen? Hát legyen mondjuk a macska. Ez volt a cím a macskának. Izlandi meséről volt szó. Egy fiúról szólt, akinek meghalt az apja. Így kezdődött gyakorlatilag a mese. Ez kórházban nagyon szép. Megjelent az álmában egy öreg ember, aki azt mondta neki, hogy ha már meghalt az apja, és örökölt utána egy nagyobb summát, akkor tegye azt, hogy a felét adja a szegényeknek, a másik felét megdobja a tengerbe. Hú, de logikus, mondom, aha, tudod, már ott már éreztem, hogy hú, ezek az izlandiak is azért valószínűleg beletek tépve. Igen, másik felét az dobja a tengerbe, és hogyha valami fennmarad utána a tengeren, akkor azt tartsa meg. Fennmaradt utána a tengeren egy darab papír, abban pedig volt 6 shilling. Aha. Érted, ugye? Tehát, hogy izlandi shilling. Tehát, hogy érted a logikát a mesében, tehát nem az, hogy majdnem az egész vagyont 6 shilling kivételével ad a szegényeknek, mert azzal egy picit jobban járnak, mint ha a felét adod nekik, és a másik felét meg bedobod a tengerbe. Ha nem dobd a tenger, világos. Te nagyon logikus. Hát egy izlandi, a vikingek, nincs csodálkozó. És utána a következő két mondatban meghalt az anyja is a fiúnak a biztonság kedvéért, hogy ne kelljen osztozni azon a 6 shillingen sem. És akkor itt már többször elnézést kértem Emiliától, mondom, hogy ne haragudj, nem olvastam bele, picit mellé nyúltunk, stb. Próbáltam meg így tompítani a dolgon.
Aztán később pedig eljutott a fiú a macskával együtt, mert hogy a hadsilingen vásárolt egy macskát, igen, hát ez ugye a lényeg az egésznek. Nagyon jó. Eljutottak egy király udvarába, a királynak az udvarát teljesen ellepték a patkányok, akik véresre marták a királynak a kezét, és a gyakorlatilag az udvar teljes személyzetének a kezét, tehát két halott, vérfürdő, na így alakult az érmesi olvasásom. De várja, azért a macska végén megmentette a cuccát. A macska végén igen, megmentette a srácot, a srácnak a jutalma természetesen az lett, a fele hogy igen, a fele királyság, az egész királylány, és egyébként meg a macska felzabált az összes patkányt, úgyhogy mindenki bekötözhet a sebeit, előtte természetesen lebet a dinaszták, vagy stb. És akkor így alakultak a dolgok. De mondom, ahogy én választok mesét, basszus, egy vicc volt. Szegény, de jól érezte magát. Aztán beszélgettünk mint a felelős állattartásról, milyen állatot szeretne otthonra, és miért szeretne anya. Igen, anya egy plüss macskát, Igen, anya is ott volt egyébként, és hát láttam rajta némi ellenállást ebbe az irányba, ezért én azt toltam, hogy, hogy ne egy macskát, hanem kettőt. Mert akkor mégiscsak akkor így nem fognak unatkozni együtt, úgyhogy így alakult, de nagyon-nagyon helyes történetről van szó, és tényleg, hogyha valakit esetleg érdekel ez a dolog, ezek a gyerekeknek én azt gondolom, hogy ezek a percek, amiket mondjuk nem azzal foglalkoznak, hogy nem otthon vannak, meg hogy betegek, meg igen, hogy rossz meg a közérzetük. Nagyon jó kezdeményezés. Jó kis kezdeményezés. Aki tud, az menjen. Cuki volt, nagy élmény volt nekem is, és remélem Emiliának is, hogy elmentem végre, és nem olvastam neki vérzőkezű királyokról, illetve halott családtagok. Igen, hogy az is jó benne, ugye, amikor vége, azt mondsz, hogy igen. Végre, gyerek, na igaz, igen. Hogy, na, ugye, legalább, hogy te vége, ez jó volt. Te végre becsukta a könyvet, köszönöm. És elment a kopasz bácsi a horror sztoriaival. Nagyon rövid időnk van már csak a hírekig, de én azt mondom, hogy ha már ilyen felhőtlen és gyönyörű napsütés, és ez a maregy. De most azt akarod mondani, hogy esetleg toljunk be valami rockzenét, mert hogy Balázs nincsen, és ilyenkor mindig beszélünk. De ugye nem akarsz ilyen erőszakos lenni. De ugye... Hát egy kicsit igen. Na jó van, akkor két hét múlva lesz Magyarországon egy nagyon jó kis Iron Maiden koncert. Ott leszünk az Abaházi Csabival és a Szűkék családokkal egyetemben, és ennek a koncertnek az egyik előzenekar az Entrek zenekar lesz. És néhány héttel ezelőtt, inkább hónappal megjelent egy olyan Ronnie James Dio emlékalbum, ugye a világegyetem egyik legjobb rock énekesének az emlékére készült, amin például az Entrex is szerepelt egy feldolgozás, meg a Metallica, meg a Scorpions, meg hatalmas bandák. Na és ezt az Anthrax dalt hoztam el, ami valójában nem Anthrax, hanem Black Sabbath. Aha, és te hogy tényleg tök véle, higgyétek el nekünk, hogy nem az, hát ez tök véletlen, hogy most nálunk volt ez a dal, vagy a János. Hogy ne így alakult. Hát most ez ilyen, ha van idő, főnök, nincs, bocsássatok. Morning Show. Klassz FM-en. 7 óra lesz, 9 perc múlva. Jó reggelt, szávasztok, akik most kapcsolódnak be. Balázs egyelőre eltűnt, semmit nem tudunk róla. Ki van kapcsolva a telefonja, nem érjük el. Tegnap este vége a Volt felül a hír, beszéltünk vele, és akkor elmondta, hogy elkapott valami nagyon csúnya vírust, vagy nem tudom micsodát, amitől egy picit így ugye láza nem lett, tehát olyan irgalmatlanul nagy baj nincsen, viszont a torka, meg az orra, meg az arca oda van. És hát olyan arccal ő nem jön ki. Hát nem a lakásból. Hát, vicces, nem szennyezi a környezetet. Egyébként a reggeli zenével kapcsolatosan, hogy nem lehetne, hogy Balázs fél hétre jár minden nap, vagy ilyenkor kimegy inget vagy hajat vasalni, amikor ez van. Inget vagy hajat vasalni. Ez a kettő, hogy szép legyen, és imádták a zenét, úgyhogy köszönjük szépen. János, most tekerek föl a kékes tetőre cangával, írja a hallgató. Felgyűltem magam mögött a hegyet, olyan zenét toltál, megyek és pacsizok Klein Dáviddal, itt botorkál előttem valahol a Susnyásban, illetve valaki írja, hogy ő tudsz rajongó, de ez még neki jól esett. Már hogy ez a muzsika. Gyorsan közlekedési infók, nulláson a 66-os kilométer táblánál a Megyeri híd felé mérnek. Tomi írta, Budafoki út dugó, aki tudja, kerülje el béka. Trafiznak a 85-ös úton Farádon Fehérszárdból Győr felé. Andricstól kaptuk, és Farád még egyszer, úgyhogy ezt többen is tapasztalták már. És ha már szóba jött egyébként a kékes tető, most a hétvégén lesz május 24-én a 17. kékes csúcsfutás, amely az egyik legkeményebb seregszemle az országban hosszú idő óta, hát nagyon sok sikert és sikeres teljesítést kívánok mindenkinek, aki részt vesz rajta, talán jövőre vagy azután. Hát azért az embernek fel kell gyúrnia magát, olyan 12 lehet, most nem akarok hülyeséget mondani, de kb. Csak fölfelé. 12 csak föl. Bocsáss meg. Jézusom, na sok sikert nektek, csak úgy, mint a játékosnak. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél?
Jól gondolt meg a választ. Jó reggelt, hello! Jó reggelt, sziasztok! Szia. Gábor vagyok. Szia Gábor! Honnan hívsz bennünket? Győrből. Győrből. De jó, kim voltál a kitelepülésünkön? Nem, dolgoztam. Ó, de kár. Na, de ha 6-tól? Nem, 7-től. 6-kor még aludtam. Hát akkor 6-kor pont kijöhettél volna egy fél óra. Hát igen, ilyen tróger voltam. Vagy mi mehetünk volna ki hozzád. Az, hogy a tróger voltam. Fél lehetne egy ilyen családi kitelepülés egyszer, nem? Hogy mi ébresztenénk valaki. Gyorsan bevonulnánk a stúdióval. Nappalában fölállítanánk a kis szettet. Ha, igen, akkor... igen, azt mondjuk megnézem, hogy az 5-re felemelnétek az üvegstúdiót, és akkor bekopognátok az ablakon, azt úgy igen. És János beadna neked egy kávét, hogy tessék, igen, Gábor, igen, parancsolj, igen. Jó reggelt, Gábor. Jó reggelt kívánok, egy cukorra, két cukorra mézzel. Hát csak simán feketén. Csak feketén. Jó van, Gábor, játsszuk, akkor kivel szeretnél, ugye szűkült a választék. Veled szeretnék, Feri, olyan régen voltál már. Kiváló. Kiváló választás. János arcát nem láttad, azt mondja, végre nem. De nagyon szépen játszott, ugye kicsikét kinyírta a múlt hetet, az összes hallgatót megölte, ezen a héten hozott 2 pontot, úgyhogy jogos a pihenés. Oké, Gábor, akkor kezdhetjük is? Igen, részemről igen. János? 3-2-1 fire! Engem választottak, akkor nyilván van kérdésed, ugye? Lenne, így van. Tessék. Az első az, hogy... szerinted mennyire helyes dolog gépjárműben dohányozni? Ha egyedül ülsz benne, akkor saját döntés. Te dohányzol? Néhány éve. Néhány éve dohányzol? Néhány éve dohányzom, így van. Viszont autóban soha. Miért, hogyha majd eladod, akkor ne érezzék az illatot benne? Inkább azért, hogyha reggel beülök, akkor ne az legyen, hogy ki akar fordulni a gyomrom. Hát szerintem, ha kiszellőzteted, akkor nincs az illat. De neked annyira kicsi az autód, hogy abba biztos, hogy belmarad. Kicsi az én autóm? Úgy láttam. Hol láttál? A Népliget környékén, Szombaton jártál esetleg? Szombaton? Másfelé autóztam. Ez biztos? Biztos. Szerintem én ott láttalak. Itt a vége, fuss el véle, nagyon jó voltál. Gábor, nagyon jó voltatok. Egyébként mind a ketten nagyon pengék voltatok. Ez jó beszélgetés. Ez egy jó beszélgetés volt. Volt eleje, közepe, vége, értelme. Uh-huh. Tök jó volt. De szombaton nem voltam, most már mondhatom így, nem voltam a Népligetnél, Gábor. Hát akkor nem tudom, kit láttam. Esküszöm, egy pici fekete alfa, benn dohányzott egy hozzád nagyon hasonló úriember. Aha. Szombaton én kérlek szépen Kecskeméten voltam, aztán voltam Hajdúszoboszlón, egy ilyen rövid kis trippet nyomtam még a heti kitelepülés után. De itt a Népligetnél nem voltam. Népligetnél, és mennyire? Nagyon elégedett volt az arca annak, aki ült az autóban, és mellettem valaki, aki hogy előtte vagy utána. Na ebből most nem sokat értettem, mert egymás szavába vágtatok, de... A Népligetben azért nagyon sokat szoktak járni, és hogyha ott valaki dohányzik egy autóban elégedett arccal, akkor tudjuk, hogy már utána... Értelek. Előtte egy hitam, utána egy cigi. Nem, inkább olyan türelmetlennek, mint úgyhogy az lehet, hogy még az előtte levő remegés kezű volt. Késésben volt. Igen. Nem voltam itt, de tényleg, mondom, Kecskeméten voltam már. Jó van, Gábor, köszönjük szépen, tiéd az ajánlásod. Szuper voltál, és hoztál a hallgatóknak egy becsületpontot ezen a héten. Ez ugyan a heti álláson már nem segít, mert 3-1, de neked van ajándékod, meg a hallgatóknak van egy pontja. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Gáborom, akkor ügyesen. Szevasz. Szép napot, sziasztok. Hello. 3 perc múlva lesz 7 óra, a játék holnap, még akkor is vihettek egy pontot, de a 7 ugye már a miénk, mi pedig a hírek után jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a
Klassz FM-en. 4:18 lesz 4 perc múlva. Jó reggelt, szevasztok. Többen kérdezik már, hogy mi van Balázs beteg-e. Szegény, igen, beteg ő. Hát nem tudjuk, lehet, hogy csak elaludt. Tegnap nem volt túlzottan jó állapotban. Erről ugye ma már beszéltünk. Volt egy kis gyobor, egy kis hasi, egy kis fej, egy kis torok. Így van, valami belenyalt, amiben nem kellett volna, és ennek következtében történt vele valami. Egyébként nagyon óvatos ember, ő azt mondja, hogy ha valaki megfázik, valaki egy picit beteg, ha valaki elkap valamit, akkor ez ne jöjjön be, aztán végigfertőzi a többieket. Szerintem itt erről nincsen szó, de azért tényleg biztos, ami ziher, ahogy a volt főnököm mondta anno, tényleg jobb, hogy otthon marad, mint hogy esetleg valaki elkapjon tőle valamit. Aha, aha, csak írhatott volna egy valamit. Hogy lehet, hogy tudjuk. Nem tudta bekapcsolni ezt a telefont. Hát tudod, hogy ez nem túl jó konstrukció. Ez egy nagyon megbízható készülék, ajánlom neked is egyébként. Nem tudsz átállítani, én már maradok ennél. Most találkoztam Balázssal, tényleg beteg lehet, itt van a turul madárnál, és kiflit dobál neki, és azt kiabálja, hogy pi-pi-pi. Jegyém már, te rohadt. Na most, amilyen álmokat tegnap elmesélt, én már semmi nem csodálkozom. Néhány közlekedési info, kutya sétál az M5-ösön Pest felé, a 68-as kilométernél, Rongyos írta. Hát, ha valaki tud, álljon meg, de ez ugye mindig veszélyes, hogy mivel okozol nagyobb gondot, hogyha leállsz a leállósávra az autóval, ott elkezdesz kutyát kergetni, azért az M5-ös autópálya ehhez szerintem túl forgalmas. Rendőrbácsik fotózáshoz készülnek az M0-áson Budapest felé, a 65-ös kilométernél a felüljárón. Hát az M0-áson Budapest felé ez így kicsit nehezen értelmezhető nekem, de lehet, hogy akik arra járnak, azok tudják. Veszprém Tapolcai úton Pulánál kigyulladt egy kamion. Oh. Ajaj. Óvatosan, Johnny, akkor oda valószínűleg mennek majd mérni is, vagy oltani, igen, a tűzoltók, úgyhogy ezzel vigyázzatok. Kiskörös és Akasztó között az 53-as úton zöld Suzuki-ból mérnek, Csoki Robi, üdv Kamubalinak. Ne, kamuzni azért nem szokott, gyerekek, ezt ne írjátok, mert nem az a típusú férfi. Többen megóvták a fekete-fehér igen nemet, miszerint Gábor egy nemmel indított, Sólyom Fül, Anna a Sólyomfül visszahallgatta a játékot, nem mondta ki a Gábornak tiltott szót. Nem, ugye? Nagyon jól játszott egyébként. Nagyon jó volt, tényleg ügyes jó volt, játék Gábor volt. Gábor Győrből. Így van, egy pontot hozott ezzel a hallgatóknak, de ezzel 3-1, tehát a 7 már a miénk. Az elmúlt hét az menetelés volt, 5-0, nem győzem hangsúlyozni. Ki a király? Jani a király? Nagyon szép volt. Srácok. És ez a 7 is már a miénk, úgyhogy visszaállt a rend, és nem kell kicseréljük a szignált. Nem, igen, szóluk a Viktornak egy picit még ezt a dolgot rakja parkolópályára, majd ráérünk azzal majd később, hogyha megint leszálló ágban leszünk. Na, még két szót mindenképpen mondani szeretnék egy dologról, gyakorlatilag én még ezen a héten, meg az elmúlt héten, meg az azelőtti héten, és én Everest lázban égtem, hogy nagyon szurkolok Klein Dávidnak, hogy feljusson. Ugye az Everestre első magyarként oxigén palack felhasználása nélkül, és az ő oldalukon, a hivatalos oldalukon gyakorlatilag napról napra pontosan megnézhetitek, láthatjátok, hogy éppen hol tart. Most az a helyzet, hogy ma indul fel 7000 méterre, és hogyha minden jól megy, akkor 24-én ér el 8300 méteres magasságba, és onnan olyan este 9-10 óra tájban indul föl a csúcsra. Tehát, hogyha valaki szurkolni akar így lélekben, és együtt akar vele lenni, akkor a szombaton este 9 és 10 óra magasságában gondoljon rá erősen. Hát ne várj, szombat este 9-től vasárnap estig, hogy, mert ugye az a körülbelül annyi az a fölérés, ugye azért indulnak el este 9-kor, hogy ez igaz, csak vagy... én azt mondom, hogy 9-10 óra magasságában indul el. Ja, tehát az elindulás. Az elindulás pillanatában. Így van, és hogyha esetleg nem jön össze neki a dolog, de mi azt kívánjuk nagyon-nagyon, és tényleg szívből is igazán, hogy sikerüljön neki a dolog, akkor majd mondjuk június elején még egyszer megpróbálhatja, de mi nagyon hiszünk benne. Aha. És ott van egy ilyen csomolunkba térkép, ahol pittyeg egy piros jel, hogy hol az ő? Meg lehet nézni, igen, mindig jelzik. De mit tettek rá egy ilyen izit? Nem, hát azért ennyire még nem szaladunk előre. Vagy körülbelül tudják, hogy hol a van. A technika és a tudomány világába, de minden esetre mindig jelzik, úgyhogy én folyamatosan nézem ezeket a friss információkat róla. A gyerekek, én valamelyik nap ezen gondolkoztam, ezeken az emberi teljesítményeken, hogy ugye mire képes valaki, mondjuk ha valaki Ironman csinál, vagy mint az a magyar sokszoros Ironman bajnok, hogy hívják a... Szőnyi úr. Aki megébredt 40 éves, hogy kéne valamit végre csinálnia, aztán már a következőben már maratont futott, és utána eljutott egészen addig, hogy 10-szeres Ironman lett belőle. Írd és mondd, itt arról van szó, hogy gyakorlatilag 10 Ironman-nyi, hosszú távú Ironman-nyi távolságot egybe
kell teljesíteni. Hát minden nap egyet, nem? Sok, de hát... Ez a minden nap egyet, vagy egybe kell lenyomni az egészet? Azt, hát amilyen gyorsan le tudod tudni ezt a 10 darab Ironman-t, akkor így érted, tehát 10x3,6 km úszás, 10x180 km kerékpározás, meg tízecske kis maratonocska, hát az miatt. És érted Jézus. Úgy, hogy korábban neki nem volt sem számottevő, én úgy tudom, hogy egyébként gyakorlatilag semmilyen sport volt, nem volt, csak hogy 40 évesen, hogy felkelt, hogy megropogtatta a vállait, egy kicsit, jaj, de sipat vagyok, kéne valamit sportolni. Aztán gyorsan elkezdett így futogatni, meg kerékpározgatni. Várj, a biciklivel kezdődött a sztori, az óriási, talált valami régi piros Csepel biciklit magának, és azt, hogy ő azzal elkezdte kerni, és miután a Tata és a nem tudom, Vértesszőlős közötti úton utolért egy profi kerékpárost, majd le is hagyta, és megállt egy ilyen piros lámpánál, és a csávó, aki ment, aki egyébként egy nagyon, nagyon komoly biciklista volt, odaért mellé, és megkérdezte tőle, hogy ne haragudjon, ő mióta kerékpározik. Szóval, hát most toltam ki a bringát egy kicsit a garázsból tekerni egyet. Az milyen megalázó? Az milyen hogy, megalázó, hogy, érted? Igen, meg hogy ő belőle egyébként mi lehetett volna, hogyha mondjuk egy kicsit korábban ébredne. Na jó, ez hogy így, a 30 miért, körül, 20 körül. Volna, hát hogy, de ne, akkor ő érte jönnek arról a bolygóról egyébként a testvérei, a rokonai, nem, és lehet, vissza hogy, viszik. Lehet, hogy elő, most jöttek el érte, most a kriptonitot beletették, és ezért megy ennyire jó dolog. Szóval, hogy ez nagy csoda, és hát amit a Dávid csinál most, a Klein Dávid, hogyha ez sikerül neki megcsinálni, és reméljük, hogy sikerül, akkor ugye első magyarként mész fel oxigénpalaszt nélkül, meg bekerülsz egy olyan elitbe, amiben most vannak 200-an a világ. Igen. Tehát a világon 200 ember tudta azt megcsinálni, hogy oxigénpalasz nélkül fölmegy, és le is jön, ugye, és ez legalább ugyanolyan fontos. Így van, mert a teljesítés az a föl, igen. Illetve a le. Együtt. Így van. Így van, mert az kevés, hogy fölmész, fotó, és aztán pedig történik veled valami, az nem túl jó. De hogy ahhoz mi kell, hogy az ember azt mondja, hogy erre teszem föl az életemet, hogy minden mást alárendelek ennek, ez a legfontosabb. A kapuzárási pánik, azt kell hozzá. Hát a Dávidnál még úgy, így 30 akkor te is most bebeleg. Ja, hát igen. Ha rálam beszélsz a kapuzárási pánikról, hogy most villámgyorsan mondjuk elkezdenék szálkásítani és ezért salátát enni hallal, akkor azt megértem, hogy szép legyen. Nehéz, de én nehéz már ezt, nem leszek az. Nehéz ezt a dolgot megérteni, még annak is, aki mondjuk szereti a természetet, meg azért ott van kisebb-nagyobb hegyeken, dombokon, hogy azért ahhoz oda el kell menni, ott kell lenni, látni kell azokat a hegyeket, azokat a felhőket, beszívni azt de a levegőt. Nagy lehet, tehát, nagy azért az, azért az, azért ez egy teljesen más kategória, mert vannak egyébként olyan túrák, én is egyébként szeretnék majd a közeljövőbe, vagy mondjuk a nem olyan távoli jövőbe részt venni ilyeneken, ahol mondjuk szervezett formákban, mit tudom én 5000 méter feletti csúcsokra is föl lehet menni. Aha. Egyébként a Dávid is szokott ilyesmivel foglalkozni, ő túravezetőként is működik a civil életben, hát ugye a kellemeset, ha hasznossal, alapon is, és meg lehet mászni ilyen egyeket. Fel lehet menni mondjuk a Kilimandzsáróra. Aha. Szegény Zsolt is vezetett oda, Erős Zsolt is túrákat. És ez megvan, megvan a sztori, hogy most a Klein Dávid megmásza a Csomolungmát, lejön, és akkor mit te 3 hét múlva egy ilyen vezetett túrán, felszaladtok 5000-re, és így a csávó így hátra néz a kis csapatra, te nyilván kiköpöd a belledet, érted? 4000-től 5000-ig, és akkor na, mi van csírák? Haladjunk, srácok, ez egy könnyű menet. Hát, azért az nagyon kemény. Hallgatók, írjátok már meg nekünk a 0676450000 számra, hogy ki az, aki ilyen gyökeresen megváltoztatta az életét. Jó? Én is kíváncsi lennék rá egyébként. 40 évesen, vagy 50 évesen, vagy akár 30 is. Tehát, hogy előtte nem foglalkoztál vele, kövér voltál, bocsika, túlsúlyos, de én mondhatom, mi kövérek tartsunk össze, hogy túlsúlyos voltál, dohányoztál, nem érdekelt a sport, és egyszer csak azt mondtad, hogy figyelj, ennek vége, valami történt az életemben, azt is írd meg, hogy mi történt, az is érdekel, hogy miért vetted rá magad, és mi felé változtál. Tehát, hogy most például azt mondod, hogy kimegyek a Margit-szigetre, minden másnap is 2 szigetkört letolok. De várjál, bővítsük ki akkor egy picit azzal, hogy ne csak azokat, akik mondjuk a sport irányába mentek el, hanem mit tudom, valaki megébredt, igen, és akkor 42 évesen hirtelen elkezdett modellvasutazni, vagy pedig reggeltől estig ikebanákat készített, egy szál virágot rendezett egy vázában a nap 24 órájában, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogy akkor érted, elkezdtél papírcsákokat hajtogatni, vagy gyufaszálakból összerakta a Taj Mahalt, érted? Tehát, hogy valami ilyesmit, aminek korábban nem volt előzménye, hanem egy hirtelen láttál valamit, hallottál valamit, bekattant, érted? Aha. Valami, és akkor onnantól kezdve gyakorlatilag erre tetted fel az életet. Mert azért ezek is olyan teljesítmények, amik én azt gondolom, hogy nem lehet mellettük elmenni szólni, mert nem lehet őket lesöpörni. Az aztán a nagy dolgok ezek. Igen, de fizikailag könnyebb választás azt mondani, hogy a parlamentet. Miért raktál már összegyufaszálakból a Taj Mahalt? Igen.
tudod, milyen hüvelygyulladást ne tattok kap. Nem, szóval, hogy azt szerintem fizikailag picit könnyebb választás, hogy azt mondom, hogy akkor most Ikeban a rendezéssel fogom tölteni az életemet, hogy egy fokkal, ha arrébb állítom, akkor szerintem a természet ott megjelenik a lakásban, de jó, lehet ez is, oké, jöjjön ez is, de engem a sport teljesítmény az nagyon-nagyon érdekel. Már így hallgatni, megnézni. Tudod? Tehát, hogy az valami földön túli boldogság, mikor mások le tudnak futni egy maraton. Engem egyébként például az újrakezdők, meg nagyon-nagyon tisztelem őket, meg akik egyszer valamikor valamilyen szinten már sportoltak, és akkor elkezdenek vele megint foglalkozni, mondjuk ilyen 5-10-15 éves kihagyás után, azok is nagyon-nagyon szimpatikusok számomra, és megsüvegelem őket, de igazából azokat tisztelem nagyon, akiknél tényleg nem volt semmiféle múltja a dolognak, és tényleg az volt, hogy ültek mondjuk egy íróasztal mögött, irgalmatlan túlsúlyjal ültek, és akkor gépeltek egész nap, és hirtelen így bekattan nekik, hogy ezen változtatni kellene, és akkor hirtelen így ilyen... Föladta a munkáját, beolvasott a főnöknek, és akkor kezdte el, a saroktól saroki, utána lefutottak egy háztömböt, utána lefutottak egy szigetkört, most pedig ultramaratonisták. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket a leginkább tisztelet. Na, ilyeneket várunk és akkor. És egy picit így is vagyok rájuk. De most mindenked mi bajod az életeddel? Bejössz ide reggel jófej barát, jófej ismer, jófej kollégákkal vagy körbevéve. Itt van a Zsül neked. Itt van a Zsül minden reggel. Nézd figyelj, meg. A Zsül az én kenyeres pajtásom egyébként. Igen, várakról tudtok dumálni. Hát ott a családi indítatás is ott van azért a Zsül részéről. Az ő apukája azért nagyon nagy név ebben a szakmában, lehet mondani. Hozhatok metálzenét, csak az kell, hogy Balázs megbetegedje, hogy belekeverjék valamit a kávéjába. Hát hova akarsz változtatni? Hova? És ha akarsz, hogy valamelyik fertőző testrészemmel bedörgöljem a poharának a szélét. De te csináltad te. Az milyen lenne a kávés csészét? Csak azért, hogy leadhassuk egy Entrex szám. Szóval, hogy te ne akarjál szerintem változtatni. Futhatsz maratont, ha akarsz, van jó bringád, ha tudok. Neked nem. Hát jó, hát tudjál, hát most ez rajtad múlik, nem? Agyban dől el, te szoktad mondani. Azt mondja, a válásom után lettem milliómos, előtte milliárdos voltam. Nem erre gondoltunk konkrétan. Jó, tehát te tényleg olyan SMS jöjjön, aki fogta magát, összeszedte magát, megrázta magát, és azt mondta az életének, hogy figyelj, más utat kell választani, máshogy kell csinálni, hogy miért jött ez el, és hogy milyen teljesítményt tudtál magadból kihozni. Hát ha tényleg igaz az, hogy jó példaragadós. Kire gondolsz? Hát Lacit ne bánts már, most miért szegény? Tehát most miért a Lacit veszed elő? Nézd meg, Laci, majd én megvédelek, maradj nyugodtan. A Laci is egyébként példakép számomra egy teljesen más tekintetben, csak az egy éjszakai műsorban. Való alapvetően ma is hallottam tőle egy nagyon kedves történetet, de azt nem osztanám meg a hallgatók, hanem még csak korán. És szerintem az a sztori, hogy 9 után se lehet megosztani. Na még egy mondatra, csak visszatérve a Klein Dávidhoz, hogy az is ám egy érdekes dolog. Előtte szembe hozod a kamagrát. Ja, na, Laci, na, hozod, várjuk az SMS-eket. 0-76-45-00-00. Ja nem, a Klein Dávidról jut eszembe, hogy azért indulnak este 9-kor, hogy legyen időd másnap visszajönni, világosba jössz vissza, de megvan az, hogy fönn vagy a világ legmagasabb hegyén. Nem, hogy megfeleljenek annak a szponzornak is, aki a fejlámpákat ad. Hát de nem, hogy megvan, hogy ott vagy a világ legmagasabb pontján, és a fölfelé menő utat, ami valószínűleg nem azt mondom, hogy ugyanolyan veszélyes, de nagyon veszélyes, mert ugye mindenki azt mondja, hogy a lefelé ereszkedés a bonyolultabb, a nehezebb dolog benne, mert ott akkor már fáradt vagy, túl vagy azon az élményen, azon az extázison, hogy te följutottál a csúcsra, hogy a fölmenetelt azt vaksötétbe teszed meg. Többé-kevésbé igen. Tehát van egy olyan szakasz, amikor tak sötét. Hát de ott fel. Azért ez nem úgy van, hogy oda lépek, ahova akarok. Tehát nem a körúton sétálok hajnali 4-kor is vétlenül, elmegy az áram, azt akkor na bum. Hát mivel nem jártam még az Everesten, de tudom, hogy vannak kitéve olyan mondjuk ilyen nehezebb szakaszokon, bonyolultabb szakaszokon, amik technikailag vagy fizikailag nehezen leküzdhetők, vannak kirakva például kötelek. Uh-huh. Ezeket is azért igénybe veszik a Dávidék, és nem szabad elfelejteni, hogy ők is mondjuk Ang Mingmával, az ő mászhatásával együtt ketten mennek. Tehát, hogy azért tudják egymást segíteni. Hogy egyedül a csávon? Ang Mingma. Ang Mingma? Így van. És ez mit jelent? A srác, aki fölfut a hegyre? Igen, aki a srác, aki Klein Dávid társa a Mount Everest oxigén nélküli megmászása. Aha, és melyik az oxigén szólang mimából? Azt már nem tudjuk.
Na mindegy, szóval érdekes dolog, hogy fölmész, és ott ez sötét éjszaka botorkász. Jönnek szépen az SMS-ek. Hello, 30 éves koromig semmi sport, 115 kiló voltam, azóta 25 ezer kilométert futottam. Az igen. Jézusom. Futónak követ lettem, ultramaratonista vagyok, írja nekünk Krisztián. Köszönjük szépen. Egyiket futó nagykövet, de azt nem mondom, hogy bárki lehet, de egyébként tényleg lehet, hogy mondjuk szűkebb környezetben, egy kerületben, egy kisebb településen, egy városban. Aha. Lehetsz te a futó nagykövet, aki összerántja azokat az embereket, akik összefogja futnak. Azokat, akik rendszeresen futnak. És ki nevez ki téged futó nagykövetté? Van egy futó nagykövet király? Hát, van. Aha, érted? Ja. Tehát, hogy most én azt mondom magamról, hogy futó nagykövet vagyok? Lehetsz te. Hát én mondjuk nem, tehát azért, hogy én összerántom az embereket futásra, bár egyszer összerántottuk a Fusianival is, így Jáferivel. Bizony, és sajnálom egyébként, hogy azt nem folytattuk tovább, annak nem tudom milyen okai voltak, mert azokat az okokat nem sikerült nagyon megértenem, felfognom és elfogadnom, de Tatán volt egyébként tényleg egyszer egy ilyen. A futó nagyköveti pozíció mivel jár? Azzal, hogy futnod kell csak? Uh-huh. Igen, szerintem ilyen heti rendszerességgel azért. Ki kell menni együtt az emberekkel egyszer-kétszer, akár többször is. Aha. És gyakorlatilag ennyi. Szerintem egy ilyen közösségépítő tevékenység. De van vele például szolgálati lakás, meg autó? De aha, igen. Hát miért a nagyköveteknek van? Ha te aha, igen, meg ruhapénz, meg igen, egyébként a telefon, semmi. Személyzet? Hát, az sem nagyon, attól félek. Nem tetted csábító. Hogy nincsen, igen, és rekreációs kártya sincsen. Ez nagyon komoly egyébként, 25 ezer kilométert lefutni, de nem egyben, Krisztián, nyugtass meg. Jó, mert azért az érdekel. Hívjuk már fel a Krisztián, bepirosoztam, hogy mit kell csinálni egy futónak követnek, ez engem érdekel. Jó, ha esetleg mégis rávenném magam, akkor hát ha 20 évig nőgyógyász voltam, átálltam kőművesnek. hát az sem az, hogy egyébként egyébként tényleg nagy változás, nem tudom, hogy pénzbe hogy állsz ezzel a dologgal. 34 vagyok, tavaly októberben elegem lett a 104,5 kg-ból, uh-huh. Az még nem mindegy a magasság hozzá, mert az nem sok, ha 2 méter vagy. Váltottam étkezésben, szeretek kocogni, viszont a térdeim nem bírták a súlyt. 3 hónapig semmi fogyás. Jézusom, majd ledobtam 16 kilót, és a hétvégén lefogottam a Sziget köz mini maratont. Gábor, úgy de jó vagy. Na most például itt van a Gábor esete, aki 3 hónapig érted nem tudott fogyni semmit, és nem adta föl. Hát szóval azért nagyon kemény. Persze, hát nagyon durva, aztán jött, átlépett valamiféle holdponton, és akkor tudott rajta változtatni. De érted, mondjuk egy szűkebb környezetünkben mondhatjuk például a Csabit is. A Csabi ugye a hosszú éveken keresztül abszolút egy rock'n'roll állat volt. Hát szörnyű élet. Igen, de aztán ugye megnősült, megváltozott, gyerekei lettek, stb. És hát de azért nem nagyon foglalkozott azzal, hogy néz ki. És most egy pár hónappal ezelőtt ugye elkezdett ilyen szépen, pici, apró lépésekben megindulni ezen az úton, és most már gyakorlatilag ott tart, hogy minden reggel lehet látni a Rákos keresztúriak legnagyobb riadalmára spandex gatyában futni a köröket, 6 kilométereket tolja. Nem minden reggel, de azért szerintem heti 4-szer lefutja. De azért igyekszik, és amellett úszik, és amellett szaunázik, és amellett még be is jár ide, és kívánságokat teljesít. Hát, na, kell nekünk más csodás férfi, nem kell. Krisztián, jó reggelt, szevasz! Jó reggelt, sziasztok! Hello, azt mondja, te vagy az, aki ugye futó nagykövet lettél. Igen. Aha, mi motivált, mert nagyon szépen megírtad, hogy 115 kilós voltál, 25 ezer kilométert futottál, és azóta futó nagykövet lettél. Mi történt az életedben 30 éves korodban, ami azt mondatta, hogy gyerekek, ez így nem megy tovább? Hát igen, ez egy valójában egy szerelem miatt volt. Tehát találkoztam valamivel. Aki azt mondta, hogy egy dagadt disznó, vagy én így nem járok veled? Nem, akivel mondjuk megismerkedtem 115 kilósan, és akkor egy pár héten belül utazott külföldre, egy fél évre, és gondoltam meglepem, de haza jön. Ha nem volt pénzed repülőjegyre, és utána futottál. nem, akkor még nem futottam. Nem, csak az, hogy akkor inkább lefogyok, és teljes étrend. Figyelj, és ilyenkor, bocsánat, hogy szabadba vágok, ilyenkor nincsen, vagy nem áll fenn annak a veszélye, hogy mondjuk 115 kilósan szeretett beléd, és amikor visszajön és meglát téged, mit tudom, 70-80 kilósan, és akarsz, hogy hát ez a srác nem az a srác, akiben én bele szerettem. Vissza akarom kapni a macimat! Azért pozitívan lepődött meg, tehát nézett nagyobb, de pozitívan lepődött meg. Kerültem a képküldést, kerültem a személyes találkozót, és hát végül is 35 kilót fogytam. Fél év alatt. Első nekifutásra egy 4 hónap alatt.
Az igen. És akkor, de ezt úgy, hogy nekiálltam sportolni. Aha, figyelj, az mozgás. Egészséges? Most ezt komolyan kérdezem, hogy egyébként 4 hónap alatt leadni 35 kilót. Azt mondják, hogy havi 1,5-2 kiló az egészséges. Az nem sok? Nem. Szerintem nem. Azért, mert mondjuk lecseréltem az addigi egészségtelen kajáimat, mondjuk kis odafigyeléssel, kicsit egészségesebbre. Hát meg a sport, simán. Ez a mind a kettő. Tehát kaja is, hát kaja is sport. A mozgás az mindenképpen, de hát azóta is tudom tartani ezt a súlyt, tehát azóta sportolok. De halljuk is hangodon, hogy mint a kicseréltek oda volna, vagy. Oda vagy teljesen. Azzal látod, 30 éves kor 115 kilósan beszélgettünk, volna egy jókedélyű, lendületes csávóval beszélünk, aki srácok, megyünk hol a fröccsözni, csülök lesz. Most meg a csak a futás van. Nem, csak a futás van. Figyelj csak, a barátnőd, ez az akkori szerelem, ez kérte tőled, hogy... Nem. Meg sem említette, hogy hát azért Krisztián, nagyon szeretlek, de ez a kis zsírpárra itt. De így, hogy mindenhol lapozhatok rajtad össze egy szája. Azért annyira nem volt durva, ha mindenhol lapozhatok, de jó. Megvan még a szerelem? Együtt vagytok? Nincs. Na, de a futás megmaradt. A futás az megmaradt. De a sport az nem volt köze annak, hogy elváltatok egymástól. Nem. Szeretlek, de megfutni. Nem. Tehát az elején azért, amit te is meséltél, tehát ilyen 2 kilométer futás maximum, meg 3 kilométer, tehát nagyon, hát akkor még egy csomó túlsúlyom volt, tehát nem is nagyon tudtam volna futni, tehát vicces lett volna 115 kilósan az nehéz, rohangálni. Tudok róla mesélni. Nagyon igen. Nehéz. Úgyhogy ez folyamatosan ment le a súlyom, és akkor úgy folyamatosan terhelődött. Valójában így a kollégák és a barátok, ahogy a mellém álltak, meg így szurkoltak, hogy ez milyen jó dolog. Úgy végül is azzal indult el az egész sport karrierem idézőjelbetével, hogy az ő unszolásukra elmentem egy ilyen versenyre, és akkor 5 kilométeren óriási sikert értem el, mert lefutottam, és hát nem a saját magadnak, ugye a nagy persze. Siker, hogy ötöt lehet. Most igen, azt érted, hogy ultramaratonista vagy, az hány kilométer? Tehát, hogy meglöknek az elején. Balaton körbe. Az 208 kilométer a kör Balaton körbe. 193 ez a, amit van egy gázló, ahol át tudtok futni. Igen. Azt egybe lefutsz 200 kilométert, jól értem? Tehát ez, amit én lefutottam, az egy 4 napos verseny. Uh-huh. Tehát 4 nap alatt a Balaton körül. De vannak olyan elvetemültek, akik mondjuk a Ultra Balaton versenyeken mondjuk 24-48 órán belül igen teljesítik. Igen, tehát hogy ők már az egy teljesen más kategória. Igen. Hát, igen. Már úgy értve, hogy ilyen jó beteg. Iszonyat fanatikusok, igen. Meg hát azért, mintha ők arra születtek volna. De hát ez egy óriási teljesítmény. Gratulálunk hozzá. Igen. Így van, Krisztián, és köszönjük, hogy meséltél nekünk meg az indítatásról, és hát ha valakinek jó példát tudsz ezzel is adni. Figyelj, mennyi időt jutott el egyébként a háztömbtől az Ultra Balatonig? Hát a háztömb az mondjuk az ment úgy 2 hónap után, tehát ez is nagyon az eleje ment lassabban. Nyilván van egy útja ennek. És kezdéstől másfél éven belül futottam az első félmaratonomat, ugye az 21 kilométer. Mennünk el a hírekre, Krisztián, csak mondd, hogy mennyi volt, jó? Tehát három év? 5 év. 5 év. Rendben, köszönjük szépen neked, hogy meséltél, szervusz. Szia. Na, akkor várjuk továbbra is a változásokat az emberi életben, hogy mi motivált benneteket, mi honnan, hova jutottatok el, és akkor nem csak sport, hanem bármi más. Karolina jön a hírekkel, akinek a neve ugye Karolina. Na, tehát így mondjuk rendesen Karolina, 5:08 után. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 3:48 múlt, 2 perccel jó reggelt, szevasztok, M7-es egysáv járható, 2 autó ütközött, mentők most érkeztek, tűzoltók oltanak egy autót, Ad írta nekünk, ezt egyébként többen is megírták, az M7-est, azt mondja, hogy megnézem még egyszer, Tárnoki lehajtó Budapest felé, ez így már egészen pontos, és indul a dugó, a másik oldalon viszont a leállósávban pihen a rendőr. Hát őt mérni küldték ki valószínűleg. Készültségben van, nem pihen, készültségben van. Ja, tényleg. Na. Aha, tehát hogyha a baleseti oldalon kevesen lennének, akkor át tud ugrani. Ennyi, ugye? Ha szükség van rá.
Jó, ez nagyon jó, nagyon jó. Miki írta nekünk, ezt köszönjük szépen, és hát gyakorlatilag mindenki az M7-esről ír, hogy ott a baj, ezt pedig akkor már mondtuk. Mezőberénél, a várostáblánál, az út közepén teknős béka. Figyeljetek rá, ezt nem tudom mennyire komoly. Viszont amit meg kell mondjak, őszintén ugye elkezdtünk beszélgetni Klein Dávid kapcsán az embertelen teljesítményekről, és arra jutottunk, hogy nem csak ezeket a nagyon nagy csúcsokat kell nézni, hanem minden ember életében lehet olyan teljesítmény, amit embertelen nagynak tudunk nevezni, és azt kell mondjam... Ki mit nevez annak, ugye? Mert például ott van nagyszerű, gyakorlatilag szerintem az ország legjobb női ultramaratonista, Lubics Szilvia, aki kétszer is győzött a Spártatlana, akinek, hogyha felmész a honlapjára, akkor az van kiírva, hogy pont óta futok hobbiszerűen. Ja, hogy ő hobbiszerű. Tudod, érted, hogy hobbiszerűen. Hát mert hogy nem, hát most ő nem profi, csak neki ez a hobbija. 80 kilométert, mert igen. Hogy érted. Egyébként ő könyvelő, de neki az a fogász. Fogász? Igen. Fogorvosnő. Egyébként ő fogorvosnő, azt így néha, hát így esténként elmegy futni. Igen. És van, amikor nem ér be a második műszak, tehát a másik műszak jár a másnap, hanem elment 200 kilométer futni. De hozzá kell tegyem, hogy ez az ország, ez gyönyörű. Egy gyerekek, gyönyörű, olyan mennyiségű SMS érkezett emberekről, akik azt mondták, hogy letették a cigit, nem isznak, nem esznek, csak futnak, hogy az valami fantasztikus. Férjem 50 évesen 160 kg volt, elhatározta, és egy év alatt 80 kilót fogyott. Kerékpár azóta is, napi 50-70 kilométer, és 80-90 kiló között van, több mint 5 éve azóta, és ez egy ilyen kis, hát hogy is mondjam, ilyen azóta megváltozott az élet, írja Ilona, tehát mindkettőjüké. Mondjuk azért az egy év alatt 80 kiló, az is durva. Jó, ő 160-ról fogyott. Tehát 160-ról 80 kilót. Ja, akkor nem. De. Akkor durva az ilyen nagyon sok. Ugye azt mondják a profik, hogy a havi másfél-két, maximum 3 kiló az ideális, de ha valaki ilyen 160-180 kiló, azért ott abba bele lehet húzni az elején. Ilyenkor egyébként, hogyha valaki egy ilyen nagy testú súlyról kezd el fogyni, és mondjuk nincsen benne rutinja tapasztalata, akkor azért ott érdemes dietetikussal beszélgetni egy kicsit, meg orvossal, stb. Nehogy egy túlságosan gyors legyen az a fogyás, mert azért az rámehet az egészségre is. 245 kilós voltam egy betegség miatt. Jézus már. Élhetetlen lett az életem, négy fal közé szorultam, az orvosok szerint így kell leélnem az életem. Most két év alatt mínusz 80 kilónál járok, gyönyörű. Napi 3-4 kilométer séta, napi másfél kilométer úsz, nem adom, felnyílik a világ. Na, ehhez mit szólsz? Ez fantasztikus. Veled vagyunk, nem írtad alá, veled vagyunk, imádunk, szeretünk. Tényleg. 52 évesen lettem spinning edző, 100 kilósan, írja Miki, aztán valószínűleg ebből ledobott. Gyökeresen megváltozott az életem, anyósom hozzánk költözött, azóta sokat futok otthonról elfelé. Megint egy jó példa, 2004-ből 100 kiló, szív probléma, magas vérnyomás, ma mínusz 25 kiló, maratont futok, ketlebellezem, 47 éves vagyok, holnap után fölfutok a kékesre. Gratulálunk! Na, így van. 11,6 kilométer az ország legmagasabb pontja. Nagyon kemény. Fantasztikus vagy. Dagad disznó voltam, de megvettem az X6-ot, azóta drága mackó vagyok. Ez is egy jó példa. Figyelj, ez gyakorlatilag olyan fajta erőfeszítés nem igényel, egy 20 millió forintot, nem tudom mennyibe kerül ez az X6. De micsoda pálfordulás, érted, nem? Igen. Hogy megváltozott az élete minősége, illetve az önmegítélése is ezzel? Na mondom, a következőt, 100 kg voltam, átálltam egy teljesen új életmódra, elégedett vagyok, 162 kiló és alkoholista. Basszus, tényleg. Mennyi út van, mennyi út vezet a csúcsra? Látod? És nézd meg, neki is jó, neki is jó. Na ne sport legyen csak, a férjem 29 évesen csak felsőfokú pornónémetet beszélt, nulla nyelvérzékkel. Majd... Felsőfokú pornónémet, nagyon jó. Ja, Stefan, das ist, igen. Majd önerőből nyelvet tanult, 33 éves most és perfekt német. Egy igazi kitartó példakép. Ez aranyos, nem? Tök jó. És bőrnadrágos tiroli szexfilmeken szocializálódott annak idején, és onnan eljutott a minimáról. Egészen idáig. Gyönyörű. Látod, ennyi. Gyönyörű. Látod? Én mondom, hogy azért más haszna is van. Van még jövő. 7 perc múlva lesz 8 óra. Óven bácsira és Beru nénire nyitunk rá. Óven bácsi és Beru néni. Nem gond, ha nem vágod a párologtatók bináris nyelvét. De ha jó a fület, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni. A párafarm csalogányai. Jó reggelt, Laci. Szia.
Jó reggel, sziasztok! Honnan sziasztok. Jelentkeztél a játék? Nagy Kanizsáról hívlak benneteket. Épp a témához is, ahogy közben az életünk változásához gondoltam hozzászólok, amellett, hogy játszunk. Itt mindenki mondja, hogy ezt a testsúlyról fogyott le, és micsoda új ember lett. Hát nem csak sporttal, én nekem sikerült tánccal változtatom, de nem csak azt gondoltam volna, hogy a súly fogyna, tehát nem az volt a cél, hanem igazából én soha nem álltam föl táncparketre, annyira béna botlábú voltam, holott apukám még elélt is. Tehát, hogy te konkrétan féltél attól, hogy táncolnod kell, nem mertél szóval mások szerint, előtt. Nem is azt mondanám, hogy féltem, hanem egyszer visszaálltam magamat, és azt mondtam, hogy Jézus. Aha. Megfelelő alkoholmennyiség elfogyasztása után már nem annyira érdekelt a dolog, tehát jártam én szórakozó helyekre, de hát akkor már ugye oldottak a feszkók, és innentől nem volt probléma, de hát akkor meg gondolhatod, hogy milyen higany mozgása lett valakinek. Hát igen, csak akkor már nem érdekel téged önmagadat. A többiek meg jót nevetnek. Úgyhogy mindenféleképpen jó dolog ez. Kérlek szépen, durván számítva egy 5 éve ezelőtt beköltöztünk Nagykanizsa városába, ahol a szomszédasszonyom mondta, hogy latin táncot megy tanulni, és a nejem, hát sajnos most már volt nejem, nekem álma volt mindig latin táncot tanulni, és elment vele. Hát így érdekeségképpen kíváncsi voltam rá, mégis mit csinálnak, megnézem én is. Hát Jézus Márián, megpróbáltam felállni és megtanulni, ha hiszed, hanem háromszor hagytam ott, és egy fél év leforgása alatt a negyedik alkalomra volt az, hogy na, végre valamit meg tudtam csinálni, és onnantól a szerelem sem. Tehát olyan szinten a szerelme... Így van, tehát egyszerűen, mint a függő lettél volna, azt szokták mondani, hogy alkoholista vagy, hát én táncfüggő lettem. Most még viszont már a kényszer szülötte, tehát nem mint tanár, mert hát abszolút nem vagyunk ahhoz megfelelő virtuóza vértezve képessége sem, de az gazdasági helyzet szülötte. De ha valaki oda megy hozzád, akkor szívesen tanítod. Aha. Így van. Hát ez arra jó. Nagyon jó. Tehát ilyen változás is lehet az ember életében, de teljesen új barátokat szereztünk, teljesen új csoportokba járunk, nagyon-nagyon sok jó poénos helyzeteink vannak. Jó, figyelj, gratulálok hozzá, ügyes. És mindenféle tekintetben jótékony hatással volt az életedre ez minden a tánc. Te írtad azt az SMS-t, hogy szívesen tolnék egy Owen bácsit, Beru nénit, mondjuk én csak a felével tudok egyet érteni. Pont megint az ellenkező, ugyanebből az indítatásból, mint ahogyan abszolút nem tudtam táncolni, és ide sikerült jönni, és soha nem találtam még kirázni. Na kérlek szépen, hát akkor Lacikám, megmutatjuk, hogy mit csinálnak Owen bácsiék. No. Aha. És ők búvárkodnak, tessék. De jó vagy. Az még nagyon jó volt a Vöröstengéren, ahol volt szerencsém ettetik. Hát Laci, akkor ez közös élményetek, Owen bácsival és Beru nénivel, most pedig jön a dúdolás. Szerintem egy angol nyelven a tudanára. Igen, angolul egy kukkot nem tudok, hogy mennyi a rép. Hát ez nem is angol volt, igen, igazad van, a mennyi a répot, ők így nem értik, hogy mennyi a rép. Nekünk jó akár a zenekar is, akár a dal címe is. Mutatjuk még egyszer, jó? Mutassuk még egyszer. Let time, land and time. Ja. Maximum szerintem egy 90-es évekre tenném be. Nem rossz. És különleges nagyon az együttes egyébként. Meg az együttesnek a neve is, mert hogy az egy is. Forma nyomtatványnak jó, a szám. Jó, állj már! Jani! De tényleg? Jó. Mert figyelj. Meg nem mondom, szerintem... Mutassunk hosszabbat. Mutassunk egy hosszabb jó, részet. Mutatom neked egy hosszabbat, bögre ugrott. Pedig ezzel hallottam. Így van. Bizony. Hallottam lövésem felett. Na Laci, mondj valamit. Mondjuk YouTube. Mondjuk nem. Az U betűvel jó helyen jársz, mert ez az UB40 nevezetű forma nyomtatván, az a UB40. UB40. Ez az.
Na, megvan? Hát, persze. Ezerszer hallottam a zenét, már nem sosem tudom valósítani. Hát, na, ez viszont akkor nem változott a tánccal ellentétben. Igen, ez most nem jött össze. A Szigetország, vagy inkább Anglia leghíresebb regizenekara, amit ő nem is értett senki. És egy ilyen munkanélkülieket regisztrál a központba jöttek össze a srácok, és azt hiszem, hogy az egyik ilyen regisztrációs formanyomtatványnak ez volt a száma, ez a UB40. Valami ilyesmi a sztori. Adja a világ a véletlenek sokasága. Lacikám, semmi baj, a tánc marad neked, az így a tiéd, van. Azt már nem veheti el tőled senki, ezért most viszont nincs ajándék. Köszönjük. 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 2:08, hírek után jövünk vissza. Ha indul a reggel és kivet az ágy, ha már a csap feled habzik a szád, a zuhany alatt vagy a kávé után, a kormány mögött vagy kint az utcán, télen és nyáron a hajnal hasad, ha meló van vagy csak pirítod a hasad, valami felrász magához húz, perc már kor előtt vagy egy hiány. Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM. 1:09, jó reggelt, sziasztok, Balázs ma nincs, ugye tegnap már jelezte, hogy nem tökéletes az egészségi állapot, és ő jó főnökként nem fertőz meg bennünket, otthon maradt. Így van, jó, nagyon jól teszi. Jó gyulást. Így van, gyógyulást kívánok, holnap már lesz, vagy ha nem lesz, akkor hétfőn lesz, de a lényeg az, hogy egészséges vagy legyen. Vagy ha hétfő sem lesz, akkor kedden már biztos, hogy így fogja. Így van, de ha esetleg kedden nem, akkor talán szervára megint. Hagyjuk. Külső Szilágyi úton mérik az Újpest központ felé haladókat, Bécsi úton az Zaj utca, Kagylós kútnál mérnek egy fehér Renault Kangoo-ból, az Óbudai temetőnél pedig KPM ellenőrzés. Adesz, Sziget-Szent Miklóstól Csepeli út fulldugó, Erdősornál lezárva nem lehet kijutni Ancsi, Budafoki úti dugó oka egy baleset, a helyszínen is folyamatban van, Lezli, M1-esen Budapest felé Moson-Magyaróvár felé 162-es kilométer célfotó, M7-es autópálya Budapest felé baleset miatt a Tárnoki kijáratnál leterelik a forgalmat, Léna írta. Nagyon jó, és kaptam egyébként egy e-mailt nemrégiben Kaufmann Vikitől, a Noé Állatotthon macskamentő szekciójának a vezetőjétől, aki jelezte felém, felétek, kedves hallgatók, hogy mától fogva örökbe fogadható vagyok, ugyanis föltesszük majd a képemet a Facebook oldalunkra, Vadon Jani örökbe fogadható. Így hívják ez a macskát, de szép. Ez a vidám, aktív, nagyon szép kis macska, picit rácáfolva egyébként a névadójára. Aha, igen, azért, mert semmi hasonlóság nincs. Tehát mondom neked, ő cuki, ő aranyos, igaz? Ő kedves, így ő van. Hozzá odabújnék, őt megsimogatnám. Kép alapján ez még a szaga is jó lehet. És igen, szerintem fürdött, mosdott, nagyon helyes cicus, mindez, amit vele kapcsolatban mondtam rád, nem igaz. Imádlak, de nem ölelnélek meg nagyon. De és a névazonosság az kísérteties. Vadon Jani. Ő Vadon Jani. Ó, de szép, komolyan ez a. Ilyen megtiszteltetésért engem. Köszönöm szépen. Ennyi, még egy macska is te vagy, látod? Jó, akkor ezt majd közé tesszük a Facebookon, aki szeretne egy Vadon János nevű macskát magához otthonra. Szerintem ugyanolyan vicces jószág, mint te. A humort becsempészi az otthonodba, úgyhogy lehet őt örökbe fogadni. Csütörtök van, és ugyan nincs a Balázs, de van nekünk egy rovatunk, és hála Istennek Tóth Gábor élelmiszeripari mérnököt nem feszélyezte az, hogy nincs itt a lelkitársa. A háború elkezdődött. Ivóvizeinket szennyezik, az ételeinket mérgezik, az állataikat pusztítják. Egyre kevesebben vannak, akik még mernek harcolni. Manipulálnak, hazudnak, fogyasztásra ösztönöznek a nagyobb profit érdekében. De van valaki, aki szembeszáll velük, és soha nem adja fel. Génmanipulált élelmiszerekkel árasztok, antibiotikummal szennyezik, lejárt savatosságú ételeket cikkéztek át. Van valaki, aki kimeri mondani az igazságot, és segít dönteni. Az ember, aki értet küzd. Lépj be te is az elmentes övezetbe, Balázzsal! Vigyázat! Hozzáadott színezőanyagot nem tartalmaz. Gábor, jó reggelt, szia! Jó reggel. Jó reggelt kívánok, szervusztok! Megrettentél, amikor hallottad, hogy nincs a főnök, hogy mi lesz most veled? Hát mindenképpen csodálkoztam, mert Balázs nagyon támogatólag szokott fölépni ebben a műsorban, így az egészségügyi munkával a kapcsolatban. Na most mi de is most már olyan dolgokról beszél? Számítok rátok. Kicsinálunk. Így van. Igen, van, bejöttél az oroszlán barlangba. Nem, azért vannak olyan vadhajtásai a te általad, ezt hadd mondjam én, így majd maximum fölállsz és elmarad a műsor, amivel én már nem tudok egyetérteni.
De az alapcél, amit te képviselsz, én ezt mindig elmondom, az szerintem minden normális ember számára elfogadható, hogy figyeljünk oda, hogy mit teszünk, próbáljunk olyan dolgokat beszeredetóknak, hogy az iskolai menzáról lesz szó, és ugye, iskolai vagy óvodai menza, és írjatok nekünk saját történetet, saját tapasztalatot, tehát amikor a gyerek hazajött, és azt mondta, hogy apa, én olyat szeretnék enni, vagy anya, én olyat szeretnék enni, mint bent, mert ez ugye példa, hogy bent mi van a suliba, vagy azt mondta, hogy ma ehetetlen volt. Tehát kikérem magamnak, én mindent meg szoktam tele van enni. A puttonyom a barna rizssel, mert most már egyébként ugye több helyen a hagyományos rizst lecserélték barna rizsre is, mert hogy az ugye egészségesebb, de a gyerekek nem feltétlenül szeretik. A gyerek azért nem szereti, mert otthon sosem kapott otthon egyébként, tehát mert otthon fehér is szerintem. Ez az oka. Na Gábor, változott-e valamit a szabályzás? Mindenképpen azzal szeretném kezdeni, hogy viszonylag kaotikus, rendezetten állapotok voltak sokáig ebben a hazai közétkeztetési rendszerben. Tehát mindenki azt csinált, amit akart? Volt egy költségkeret? Volt szabályozás, csak nem volt szabályozva a tápanyagtartalom. Tehát végül is a silány élelmiszerek kerültek be, és én magam is sokszor hallottam ilyen esetet, hogy mennyire tragikus állapotok vannak a menzákon. Szeretném hozzátenni, hogy nem mindegyiken, tehát itt mindig azt mondjuk, hogy tisztelt a kivételnek, de 10-ből mondjuk 6-szor vagy 8-szor azt hallottam, hogy csontleves, ugye, hogy paradicsomos káposzta. Ne sajnáld, a zsír terike, abban van a kalória. Van a vitamin. És történt egy változás, ami eszmei szinten, elméletben hozott változásokat, nem is kis változásokat, a gyakorlat pedig ezt hát fázis késéssel igyekszik követni, és hogyha van kedvetek hozzá, akkor beavatnálok benneteket, hogy mik ezek a változások. Hogy Isten, volna? Szertartás lesz, beavatási szertartás. Egy mondat erre reakcióként, hogy szerintem nagyon jó a szabályzás, de hogy minden fejben dől el, tehát amíg a konyhás néni nem állt át agyban arra, hogy lehet máshogy is ételt készíteni, addig ugye hiába a változtatás. Szerintem. Igen. Plusz a régi időkre vonatkozólag, amikor azt mondtad, hogy 5 kanál zsírt teszek bele, vagy pedig egyel is meg lehet csinálni. 2011-től indult meg ez a bizonyos menza reform, ez a közétkeztetési reform, aminek a lényegi elemei a következők: tápanyagtartalom. Csökkentik a zsírtartalmat, akár a húsfélek zsírtartalmát is, növelik a gyümölcs és zöldségtartalmat, és nyers ételeket is be kell iktatni. Az étkezés gyakoriságára. Hát nem kifejezetten erre. Az étkezés egy gyakorisága is kötött lesz, és nem mindegy, hogy milyen összetevőket használhatnak. Biztos tudjátok, hogy volt most ez a botrány, ez a budapesti botrány, hogy az egyik szülő beperelt az egyik óvoda igazgatóját, hogy összejátszik az egyik beszállítóval, és meg is nyert az anyuka a pert. És ez egy picit, mondhatom, hogy egy paradigmaváltás, mert ugye azt hittük, hogy hát nyilván a felső vezető fog győzni, és a szülőnek nincs esélye. És ez változást hozott, mert a szülő győzött ebben a perben. De ott ugye az történt, hogy rossz húst kaptak, penészes húst kaptak az ovicsok. Tehát ott a minőséggel volt. Igen, állítólag itt... ott ilyen visszaszármaztatás volt pénzügyileg. Ez egyébként például az éttermeknél elfogadott, hogy a séf azért rendel valahonnan húst, mert onnan ő kap vissza 10%-ot. De ettől a példától szerintem azért tekinthetünk el, mert reméljük, hogy egyrészt ez nem általános, másrészt meg ez ugye egy kicsit másféle szegmens a dolog. Ez egyedi példa volt minden esetre. Azért azt el kell mondjam, hogy a menza kérdés azért fontos, mert egy gyermek, egy fiatal, ugye az ideje jó részét bent tölti az iskolában. Ha nem is mindig a bölcsődébe, de óvodába, iskolában már azért az ember jár, és egy picit mintaként szolgál az iskolai, óvodai, 10 órai ebéd, uzsonna. Igaz, hogy a szülő igyekszik a gyermeket ugye sokszor egészséges táplálkozásra nevelni, de azért valljuk meg, hogy ha visszaemlékezünk a régi menzákra, eszünkbe fog jutni nektek is, nekem is egy-egy ebéd, egy reggeli, vagy egy 10 órai, tehát van minta hatása, példa hatása egy ilyen rendszernek, és az országos tiszti főorvosi hivatalai vezetésnek, és fontos, hogy ezek egészen konkrét dolgok. Na, nézzük meg akkor. Bocsánat, egy álnaív kérdést hagyd tegyek föl, érteni fogjátok, hogy alapvetően miről van szó. Például, amikor mondjuk itt ebben a rádión meghatározzák azt, hogy milyen dalok szóljanak, akkor egy mintát mutatnak a kedves hallgatóknak, hogy mi közülük kiválasztatják azt, ami bejön nekik. Ebben az esetben az országos tiszti orvos hivatalon kívül például bevontak diákokat, érintetteket, olyanokat, akik enni fogják ezeket a kajákat, hogy mi az, ami ebből ízlik nekik, és mi az, ami nem. Mert azért valljuk be őszintén, egy kisgyerek számára az elsődleges szempont nem
nem az egészség, hanem az elsődleges szempont igen. az, hogy finom legyen. Ez egy azért marha nehéz kérdés egyébként, mert amit a Gábor mondott, hogy az iskola is hat az otthoni kajára, az a gondom egyébként, hogy az otthoni kaja hat előbb. Tehát, hogy azt kapod otthon, ha otthon nem ismerkedsz meg a barna rizssel, amit te mondtál, nem ismerkedsz meg a nyers zöldséggel, akkor nem fogod szeretni ezt az új menzát. Ezzel ez a legnagyobb probléma, érted? Tehát, és amit te mondasz, hogy kérdezzük meg a diákot, nem tudod megkérdezni, mert a diáknak nincs alapvetése, hát. Hogy otthon én egészségesen étkezem, ezt akarok enni. Figyeljtek, a suliban. Én simán el tudnék képzelni egy olyan találkozót, ahol mit tudom én például nyilván reprezentatív jelleggel meghívnak óvodásokat, iskolásokat, aha, gyerekeket, és akkor megcsinálják nekik nem dietetikusokat, nem szakembereket, hanem gyerekeket, akik enni fogják ezeket a kajákat, és végigkóstoltatom velük azt a menüt, amit szeretnénk majd velük etetni hónapokon, éveken keresztül, és mondják már el a véleményüket róla, hogy ne ott a menzán találkozzanak majd vele a nagy szünetben, vagy mit tudom én az iskola után ebédnél, és ne akkor döbbenjen rá, hogy a teljes kiülési tésztának nem ugyanolyan íze van, mint annak, amit ő egyébként megszokott. Ez nem? Igen, de a helyzet az, hogy ha abból indultok, vagy abból indulunk ki, hogy mit szeretne, mit kívánna a gyermek, akkor szerintem a Ferinek van igaza, hogy a gyermek ugye cukros üdítőket fog adott esetben kívánni, kivéve, hogyha a szülő abszolút tudatosan 100%-os gyümölcslevet ad otthon, de ez nem mindig jellemző. Tehát részben kiindulhatunk abból, de itt inkább pedagógusokat vontak be, hogy mit szeret a gyermek, nyilván ezt a szakemberek, óvodapedagógusok is, ha tanítók tudják. Biztos, hogy van egy ilyen tapasztalat, de igazából szakembereket, tehát táplálkozási szakembereket vontak be, és a következő elmozdulások történtek, cukortartalom csökkentés, ez nem csodálkozható. Várjál, írom, hogy melyik jó, hány jó pontot adunk mi ketten Jánossal, mint szülők, és hány rosszat. Cukor mínusz jó pont. Igen, tehát maximum 8 energiaszázalék lehet. A zsiradék szűkítés, tehát 30 energiaszázalék, zsiradék csökkentés, ezen belül is hát vaj maximum háromszor lehet 10 naponként. Oh. Azzal mi a probléma egyébként? Mert pont mondani akartam, hogy nem mindegy, hogy állati vagy növényi eredetű zsiradékról beszélünk. Igen, viszonylag alacsonyabb az omega-3 zsírsáv tartalma, és telített zsírról van szó, tehát nem részesítik előnyben. A bő olajban sült élelmiszer. A zsír visszavonása jó pont, jó. A vaj szerintem nem, az egy fél rosszat, egy kis rossz pipát. Egy kis, igen. Egy kis fekete pontot adtál. Bő olajban sült termékek 10 naponként, ugye ez a 10 napos terminus ez a szakmailag elfogadott és bevett. Maximum egyszer lehet olajban sült terméket adni, tehát bő olajban sütött, ugye nyílszárgon bő olajban sütött terméket. Tehát gyakorlatilag ez két hete, két egyet jelent. Így van. Kirántott húsi, kabátos húsi, csak hozzáteszem egyébként, hogy lehet sütőben sütni olaj nélkül. Egyrészt, és én meg hozzátenném, hogy a gyerekek amúgy imádják. Így, bizonyán. Igen. Jó, de ezt beírtam a jó pontok közé. Tejszín egyszer lehet 10 naponként. Mi a bajuk a tejszínnel? Ez is a zsírtartalom. Mi a bajuk a tejszínnel? A zsírtartalom csökkentés a fő cél. De nem tud akkor mondjuk ízét ilyen csökkentett zsírtartalmú tejszín? Igen, főleg, hogy a szomjoltásra kérik a gyerekek. De még egy pohár tejszín, Marikani. Hát ez a szabály. Hirtelen nem tudom, hogy a tejszín miért szigorították, vélhetően a tejzsír miatt, illetve a tejfölnél is életbe léptették a menzákon a zsírtartalom maximálást, tehát a 12%-nál magasabb, mikor használható, hányszor használható. Például a tehén tejhez nem adhatnak cukrot. Nagyon jó. Jó pont. Az jó. Igen, viszont egy kettes lehet, mi? A tehén tej. Tehát, hogy nem lehet 3-6-os, vagy mi a zsírtartalmú. Igen, alacsony zsírtartalmú. A tejföl, ha már beszéltem róla, a tejföl nem adható külön az asztalra, nem tehető ki a menzákon, illetve óvodákban, iskolában. Megy gyorsan, fogy. Csak ételkészítéshez használható tejföl, alacsony zsírtartalmú tejföl. Aha. Ezen kívül nem használhatnak ételporokat, ételkockákat, sós ételízesítőket. Nagyon jó. Koffeintartalmú italokat, energiaitalokat nyilván nem adhatnak. De mi eddig adtak? Tehát volt olyan, hogy egy ízét egy... Fekete teje abszolút volt óvodákban, iskolákban. Most sem mondom, hogy nincs. De a negyedikes tibike kért még egy risztrettót. Hát nyilván cikória kávé és maláta kávé, tehát pótkávé van az intézményekben, de a fekete tejában van koffein, a kakaóban is van koffein. Most ezeket még meg a csokiról is lemondhatnak, mert egyébként a csokoládéban is van koffein, nem? Igen, azt legfeljebb otthon, de nem adnak közintézményben. Tehát a koffeintartalom csökkentés, tehát a teja és a kakaó megmaradt, de cukrozás nélkül a kakaót, a tejához meghatározott mennyiségű édesítőt tehetnek. A szénsavas cukrozott üdítőitalokat megtiltották. Ez nagyon helyes. Ez egy pozitív elmozdulás volt, és az 50% gyümölcs tartalom alatti leveket is megtiltották. Jó. Tehát egészen komoly, mondhatom, hogy egészen forradalmi újítások vannak. Sertészsírt, baromfizsírt nem használhatnak. Ez hülyeség.
És ami még szabály lett, hogy csípős, erősen fűszeres, irritáló ételeket 14 év alatti gyerekeknek nem adhatunk. Nem adhatnak. Hát. A fehérje tartalmat ugye azt meghatározták. Mondjuk ez diszkrimináció a hazánkban élő mexikai kisebbség. Hát igen, és az indiaiak irányába érted. Aha. Semmi halapenyó. És azt is meghatározták, nyilván ez már szakmai kérdés, nem mennék bele, hogy milyen energiatartalmú legyen, milyen fehérjetartalmú legyen. Jó, azok tök jó. Olyan bölcsödékben, ahol ugye majdnem egész napos az ellátásod, két fő étkezés és két kis étkezés, a teljes energia 75%-át fedezze. Aha. 4 deciliter tej kötelező egy nap. A itt azért te lefordultál a székről, nem? Itt ennél a tejivásnál, mert te nem vagy nagy barátja hát itt a tejnek. Most az Országos Tisztifi Orvosi Hivatalnak az adatait mondom, elmondjuk egy zabtejszínen. Tehát egy rizstejszínen. Azért, mert nincs itt a Balázs, tudod, Gábor? Mely? Azért, vele gondolkodja a zabtejszínen. Mandulatejszínen. De te is drágák? Te is tudod, hogy drágás. Tehát, hogy azért ezek kellemesek, finomok, egy tök jó alternatív megoldást nyújtanak azoknak, akik például laktózérzékenyek, de drága. De tényleg nagyon drága. Hát, na de akkor helyette kapnak a gyerekeink egy olyan alacsony zsírtartalmú tehéntejet, most nagyon vigyáztam, hogy mit mondok, tehéntejet, amiben ugye nagyon sok a víz, mondjuk azt, hogy természetes víztartalma magas, alacsony a K-vitamin, ugye a zsírozható vitamin tartalma, tehát mondhatnám, hogy kapnak egy vízes alapú tehéntejet, ami ugye csökkentett zsírtartalmú már a tejföl is, és az élelmiszeripari mérnök tudja, hogy ha csökkentik a zsírt, akkor mit kell csinálni vele, növelni kell a víztartalmát, vizet kell hozzátenni, és emulgátort. Tehát végül is ezzel, hogy csökkentették a zsírtartalmat, ezzel végsősoron egy higítást érünk el. Igazad van, ugyanakkor visszakanyarodva előbbi gondolathoz, hogyha mondjuk zabtejről, meg mandulatejről beszélünk, akkor szerintem itt fokozatlan igaz az, hogy még szükség lenne egyfajta tudatmódosításra, egy kis tudatformálásra, mert például én konkrétan tudom ezt mondani, ez szinte heti példa nálam, én rendszeresen fogyasztok rizstejet, és imádom. Hát tegnap megittál itt egy liter. Már van, és alig várom, majd végre hogy... legyen ennek a megszólalásnak, és megint feltépessek egy dobozt. Már azt várom, hogy a hátadon érted egy rizsültetvénynő. De bárkit kínálok meg itt bent vele, és nem azért, mert az én poharomból isznak és félnek, hogy elkapnak valami száj és körönfájást, hanem azért, mert egyszerűen nem tudnak semmit a rizstejről, nem ízlik nekik, furcsa, illetve nem ízlik nekik, mindig ízlik nekik, amikor már megkóstolták, de van bennük egy alapvető távolságtartás is. Ezek felnőtt emberek, vagy legalábbis nagyra nőttek. Tehát nem azért van, érted? A rizs nem azért találták föl, az azért van, hogy tedd az étel mellé köretnek. Na de most akkor gondold el, hogyha a felnőttek így állnak a témához, akkor a gyerekek hogy állnak hozzá, hogyha kapnak például egy pohár rizstejet, mondjuk az 1/5-ös sima fölözött tej helyett. Mit szólok hozzá? Jó, azt gondolom, hogy ez már tényleg az a vonal, amit értelek, de hogy egy csomó dolog megfizethetetlen belőle, a mandulatej, a szójatej, ezek mind-mind drágábbak, mint kéne. Szerintem nem ez a központi kérdése ennek a dolognak. Én annak körülnék, egyszer bocsánat, hogy szabadba vágok, hogyha például jönne egy olyan úriember, egy olyan szakács, egy olyan séf, aki azt mondaná, hogy jó napot kívánok, én szeretném, hogyha a gyerekének megmaradna valami azokból a jó dolgokból, amik lassan eltűnnek, hogy akkor legyen a piskóta kocka a csoki öntettel, hogy legyen az a bőrös csirkecomb, hogy legyen ugyanúgy mákos meg diós tészta, de rendesen elkészítve. De készítsük el ezeket a termékeket úgy, hogy a lehető legegészségesebb Isten bocsáss, reform alapanyagokból, hogy akkor legyen tényleg teljes kiörlésű az a tészta, amiből a diós tészta készül, hogy legyen tönkölyös lisztből, legyen a piskóta kocka. Meg lehet csinálni? Szakmailag 2 naponta kell 1 adag teljes őrlésű gabonát adni. Ez is egy új szabály. Meg lehet csinálni, de nem úgy nyilván, hogy teljes egészében teljes őrlésű, de a piskóta kockába egy kis zappehely lisztet teszünk, alig veszi észre az ember. Tehát be lehetne csempészni 5-10%-ban olyan liszteket, tehát inkább ilyen fokozatosság elvét alkalmaznám, amivel több rost, több B-vitamin jut a gyerekek szervezetében, és nem csak. Nem. Nem, akkor szerintem olcsóbb lenne. Tehát azért drágák a reformélelmiszerek, mert egy szűk célcsoport vásárolja, de ugye a tehéntejára is azért megy le egy iskolai akcióban, mert olyan mennyiségű tehéntejre van igény, hogy érdeke a forgalmazónak, hogy levigye az árát. Hogyha mandulából is kérnétek mondjuk egy 5 tonnát hirtelen, akkor biztos, hogy az árval egy 30%-ot, vagy 25%-ot engednének, és már is lehetne mandulatejszínt készíteni. Tehát egyik dolog hozza a másikat. Lehet. Én megmondom őszintén, hogy az a baj, hogy ez a reform vonal bármennyire is a szívemhez közel áll, egy picit kiöli azokat a régi szép emlékeket, amikor mondjuk a fonogyári oldalba jött a konyhásnéni, lerakta az ivóleves kancsot az asztal, és azt mondta, hogy na, gyorsan így jártok, mert leülepszik. Igen, valóban.
A vadhúsnak örülsz, hogy bekerült? Tudom, hogy te egyik vega szemem vagy. Sír, a másik pedig de miért, mert azok az aranyos kis állatok elhullanak az erdőben. A vadról igen, beszéltünk, azt hiszem egy-két hete, hogy vannak kockázatai, ugye a fonálféreg és egyebek, különböző olyan élősködők. Megsütöd, megfőzöd, nincs benne fonálféreg. Vannak olyan élősködők, amelyek képesek életben maradni, hogyha nem sütik át jól a húst. Neked te semmi nem jó komolyan. Ez szakmailag azért ellenőrizhető. Ráadásul most itt megint akkor az árkérdés. Bocsánat, de a vadhús mennyibe kerül? Sokkal olcsóbb. Hát, ha elrákoszod, meg lehet. Olcsóbb, mint a normál hús? Aha, meg lehet szerezni, hogyha olyan beszállítód van, aki közvetlenül. Tehát, hogy a vadásztársaságtól tudod szerezni. Így van, meg ha nem szól a vadásztársaságnak, és mondjuk sötétbe hozzá. Csak elüti. Mondjuk a tojásról kevés szó esik, pedig a tojásfehérje sokkal értékesebb szakmailag, mint egy húsfehérje. Egyébként ez is érdekes. Hogy itt ugye a tehénterről meg a húsról esik szó, de a tojásról nem, a dióról, a manduláról, bizonyos olyan növényi fehérjékről, ami kifejezetten egészségesek, ezekről kevés szó esik. De mindenképpen üdvözlendő ez a folyamat, látjátok, hogy itt egy pozitív elmozdulás történt. Arra vonatkozólag nincs szabályzás, hogy a beszerzés az mondjuk helyi termelőnél legyen. Ez egy nagyon jó kérdés. Azért, pont a tojások esetében, így van, király vagy. Tehát mert ott van például, érted, az új kígyósi óvoda, meg a bölcsőde. Jó, akkor a soproni általános iskola. Vagy a Pest-Szentlőrinci, hogy arra vonatkozólag esetleg egy jó szabályzás, hogy saját lakókörnyezetedben lévő termelőtől te vehesse dolgokat. Igen, a szög fejére ütöttél fel, mert a szabályozás szerint... Szemkörbe futom a stúdiót. Óriás. Dönthet az önkormányzat, hogy mire van pénze. Az önkormányzat talál egy olyan péket, aki teljes őrlésű liszt hozzáadásával készít olyan reformkenyereket, amik megfizethetőek az önkormányzat számára, hogy egy olyan önkormányzatról van szó, amelyik azt mondja, hogy tudatosabb, és egy picit több pénzt szán erre, leszerződhet az adott intézmény egy helyi termelővel, meg is történt ilyen abszolút pozitív példaként, és van olyan hely, ahol azt mondják, hogy nem foglalkozunk igazán sokat, nincs időnk, nincs pénzünk erre, leszerződnek egy központosított rendszerrel, és egy adott cég szállítja ki, és azt hozza, amit hoz. Lehet kérni mondjuk vegetáriánusat, lehet kérni mondjuk tejlegdiásoknak szántat, stb. Megvan a menüsor, a lista, ez alapján lehet kérni. Ezek központosított centrális rendszerek, ami azt jelenti, hogy itt vannak hibák, és ezek tömegélelmiszerek. Én azt mondom, hogy egy óvoda iskola, hogyha erősíti azt a vonalat, hogy személyesen keressen olyan helyeket, ahol tud gyártatni egy pékárút, egy készételt, egy kifőzdét keres, ez nem rossz a kifőzdének sem. A saját környezetedet erősíted vele, ellenőrzött minőséget tudsz elérni, és azt a kis lakóközösséget tudod erősíteni. Szerintem ez pontosan. Egy nagyon fontos. Itt a szülőknek is nagy szerep jut, mert azért hallottam már akár Óbudán, akár máshol olyan lobbikról pozitív értelemben, ahol a szülők összefogtak, és hatást gyakoroltak, meggyőzték az értekezleteken a nevelőket, az igazgatót, hogy jó volna figyelni jobban a gyerekekre, és találtak olyan helyeket, ahol jó beszállítási lehetőség volt. Csak körbe kéne nézni, és te mondtad jól, hogy nincs rá idő. Miért nincs rá idő? Az a dolga az élelmiszer vezetőnek a cégen belül, hogy keresse meg a péket, meg a tojásost, meg a húsost. Így van, egy hátrány van, hogy mindegyik külön-külön helyről szállít, mindegyiknek külön-külön minőségügyi problémák lehetnek, mint ha egy beszállító van, akkor minden sokkal egyszerűbb. Hát ennek a beszállító járjon utána, a beszállító hozzon egy tanúsítványt, hogy az ő termékei, az ő által a beszállított termékek megfelelnek a követelményeknek. Ha bizniszt akar, akkor tegyen ő is érte. Így van, ez a fontos. Jó, az a lényeg, hogy örülünk az új szabályzásnak, nagyon-nagyon sok jó pont. Köszön. Van benne. Négy kis fekete pontot tudtam adni, és a jó pontokat pedig nagy pipával írtam, és nagyon nagyszerű. Sok van belőle. Úgyhogy örülünk. Gábor, nagyon köszönjük neked, jövő héten találkozunk. Mit reggeliztél? A mai reggelim az elég sok kérdőjelet fölvetett, mert nagy dilemma között. Dilemma hogy között vagy se? Miért betűtésztából lettél valami? Nem. Két lehetőségem volt, vagy sült műzli keveréket fogyasztok fügével és almával, vagy pedig házi kendermaglisztes kenyeret fogyasztok élesztőkrémmel, gondolhatjátok. Magam se tudtam volna dönteni. Én Gábor, még mindig ott ülnék, és vakarnám a fejem. Mi legyen? Hogy most akkor melyik a jó? Végül a műzli mellett döntöttem, mert a fügét és az almát nagyon kedvelem, és hát gondolom, hogy osztoztok a fájdalmamban is a nehéz a másik kételyekben. A másikból hozhattál volna nekünk tényleg. Házi élesztőkrém, ez ilyen hamismájos jellegű élesztőkrém zöldhagymával. Hamismájos. Az, és meg a guminő és az alkoholmentes sör, tehát ezek vannak. Ezek meg a házi készítésűek. Egyébként szeretném nektek hozni majd mintákat és kóstolókat, hogy meg tudjátok mintázni, hogy mégis milyenek ezek. Várnánk a hamismájost. Gábor, akkor jövő héten hozhatsz kóstolót. Nagyon szépen köszönjük neked. Én is köszönöm a lehetőséget. Írhatnak neked, ugye van e-mail cím? Így van, a Morning
Morning Show-nál, van egy, igen, a műsornál, ha rámennek, akkor ott megtalálják az e-mail címemet. Ha van kérdés, akkor lehet vele nyugodtan téged támadni. Igen, elment@morningshow.hu. És köszönjük. Még egy gyors kérdés, utoljára a képernyőre nézel, akkor tatárcsillát vagy bújtritkot poroznád be, ha mélyecske lennél? Nem kell válaszolnod, hogy családos ember, hogy kérdez? 8 perccel múlt el, 8:30 jövünk a hírek után. Morning Show. Klassz FM-en. 3:49 múlt 2 perccel. Balázs beteg, de azt írta, itt az előbb küldött egy SMS, hogy most ébredt, hogy holnap, ha jobban lesz, már jön, de hogyha azt még kiveszi a holnapi napot, neki is jár, akkor hétfőn meg lehet vele újra találkozni. Egy nagyon érdekes hír akadt a kezünkbe, 50 000 méhről szól. De vidám. Ami nem kevés, és ráadásul Szegeden a busz végállomásánál okozott riadalmat, mert hogy kérem szépen, ezek a drága méhek fogták magukat Szeged környékéről, nyilván onnan, és berepültek Szeged belvárosába. Megtelepedtek, és vártak. Nem tudjuk, mire vártak. Hogy ők a Szeged baja buszra egyébként vajon? Simán elképzelhető, hogy igen, hogy bajára tartottak egy kaptárba. De nem lehet tudni. Hát nem és tudjuk. Az az izgalmas benne, hogy a méhekkel kapcsolatban nincs jó döntésen. Ugyanis azt írja a szakirodalom, hogy ha erős a dezodor szakod, igen. Tehát ha fújtál magadra valamit reggel, megtámad a méh. De várjál. Ha izzadságszagod van, megtámad a méh. Ha öblítőszer illatod van a ruhádnak, akkor megtámad a méh. Tehát csinálj bármit, megtámad a méh. Igen. Gyakorlatilag ennyi. Van. Tehát ha szerencséd van, akkor nem támad meg a méh. Uh-huh. Na most 50 000 méhkel kapcsolatosan nem nagyon tudsz védekezni ezek szerint. Tehát ha futottál a buszhoz, hogy elért, akkor büdös vagy, megtámad. Ha túl sok sprayt fújtál magadra, akkor megtámad. Ha kimostod a ruhádat, akkor megtámad. Uh-huh. Igazából úgy lehet szerintem kivédeni a dolgot, hogy ha van nálad egy méh királynő, meg egy üres gyufásdoboz, a méh királynőt belerakod a gyufásdobozba, a gyufásdobozt pedig belerakom a te bringás táskádba. És te mész hazafelé, és az 50 000 darab méh nem engem fog követni Lőrincre, hanem téged fog a 13. Ja, ők jönnek a méh királynő. Bizonyám, de akkor nem bizony. Azért mentek például Szegedre, mert a méh királynő simán oda lehet, ment? Simán lehet. És ha nálam van egy méh királynő egy gyufásdobozban, akkor arra a méh királynőre fognak megy majd az, jönni? Megy az oda, próbáljuk ki. Vagy az legyen megoldás például. Köszönöm szépen a bringás rovatot, hogy ha mondjuk van nálam egy akác ág, igen. Azzal azt én magasra tartom és elkezdek futni, akkor az 50 000 méh jön utána? Hát, ha virágzó akác ág, akkor talán. Aha. De 50 000-et nem biztos, hogy eltartsák. Nem, nem, de 3-4-et biztos. Na kérem szépen, a mi feltételezésünk az összes eddigi az ugye fikció volt, viszont itt van velünk Tasi Mihály méhész, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggel. Tasi úr, hát mondjon nekünk okosat, mit csináljanak a szegediek, amikor 50 000 méh van a szegedi vasútállomáson? Hát jó reggelt mindenkinek! Hát gyakorlatilag szólni kellene egy méhésznek, aki majd ezt be fogja fogni. De jó! Kezdjük innen. Egyébként a raj az nem egy veszélyes dolog, ugye ezt már beszélgettük, hogy ha egy nagyon békés raj állapotban a méh család, ő ilyenkor helyt keres, mézet visz magával. De miért mennek be a belvárosba? A méh az nem az erdőt szereti, a mezőt, a virágokat? Keresnek helyet. Keresnek helyet. Például mondok egy nagyon egyszerű dolgot. A téményeket nagyon szeretik, mert az ősi ösztön az odú. Tehát a kéményt azt szinte oduként kezeli, bemegy a kéménybe, hogy mit lehet vele csinálni, ki kell füstölni, semmi mást. Vagy szeretnek olyan odvasfákat, vagy több ilyen zegzugos helyet. Tehát ezek csak egy nem új kell... helyet kerestek maguknak? Ez egyfajta népvándorlás most a méhek életében? Hát ez a szaporodásnak egy ősi ösztön, az rajzás. Na most miért nincs nekik lakásuk? Tehát miért kell nekik új? Hát tehát honnan laktak, jönnek ezek ugye? A méhek? Mert hogy... Azért, mert túlszaporodnak ilyenkor. Tehát erre az időszakra, amikor... hát most egy kicsit hamarébbra jött a rajzási láng, mert 2-3 héttel korábban van. Ugye most már az akrác lassan a végéhez közeledik az északi részen is. Uh-huh. És ilyenkor szokott rajozni. Tehát a család ilyenkor erősségben, népességben a legnagyobb. Ilyenkor 50-60-70 000-ig is nagy családok fölmehetnek, de az 50-60 az egy természetes állapot, és akkor érzi azt, hogy új családot kell, új anyát kell otthagyni, és az öreg anya kimegy. Hát ez minden férfi életében jön ez az időszak szerint, amikor így elkezd ezen gondolkodni, de hogy egyébként ezek a méhek mikor veszélyesek? Mikor kell félnünk attól, hogy mondjuk minket megcsípnek, vagy megtámadnak, vagy megszúrnak, megcsípnek, a francot megszúrnak? Igen.
Értem én ezt, tehát abban volt valami, hogy például, ha valaki különféle dezodorokat, vagy tehát ilyen illatos anyagot használ, vagy például olyan sampont, stb., arra jobban mennek. Az érzik tehát az illatot, mert a méh az a színre és az illatra megy. Uh-huh. Tehát a feltűnő színű ruházat nem jó méhészkedésre. Nem egészen, de hát most mondjuk melyik az a feltűnő ruha, mert tehát annyira nem, inkább az illat az, ami uh-huh. nagyon tudja. Hát ami olyan elvítem. Mélyen dekoltált, hogy már lehet látni az odót is. Igazatok van. Mihály, tényleg nem akarom rátkenni ezt az egész ügyet és méhész barátaidra, de nem ti vagytok a felelősek, hogy nem raktatok ki elég kaptárt ennek az 50 000 méhnek? Nem. Ő akkor is ki fog menni, hogy bármit csinálunk is, hiszen ez az esztendő, mondhatni azt, hogy ha méhészek is hallgassák, hogy a rajzás esztendője. Ilyenkor mindenki megy. Minden. Tehát hiába védekezünk, hiába próbálunk. Épp itt vagyok az egyik barátomnál, őnek is tegnap is kiment, pedig előtte kezelte. Tehát nem tudunk vele mit kezdeni. Figyelj, nagyon-nagyon fontos. Szaporodási ösztön. Aha, nagyon fontos, hogy mondtad, ugye, hogy különböző szagok vonzzák a méheket. Mik ezek a szagok? Például mit tudom, akácvirágból készült samponnal nem mosom a sérómat? Vagy ilyesmire érdemes odafigyelni? Ez egy jó kérdés. Tehát indultak innen, tehát föltűnő erős illatok azok, amik tudják csábítani. Na most te kókuszos samponnal mosod a kis kobakodat. Én Kókusz Jani vagyok, Zsül pedig mindig érett naspolya hagylatú. Arra szerintem mennek. Hogy veszélybe vagyunk-e így ketten. Ne, figyeljetek, nem, tehát annyira nem kell ezt túlzásba vinni. Nyugodtan bármit lehet használni, mert ugye úgy is elmegy az illata egy pár óra múlva. Tehát csak akkora frissen. Vagy például azt mondom, hogy valaki például málna szörpet iszik. Málna és végig csorog a melkasán. Mondjuk nem ízűt, málna szörpet iszik, erős az illata, a méhek azt is megérzik. Tehát nem csak az alkoholra vagy szeszre mennek. Aha, jó. Mit csináljunk, ha méhet látunk? Fussunk el, vagy csak óvatosan nem. Próbáljuk meg magunkat medvének tettetni? Ez a leghelyesebb. Aha, medvének. Nem szabad futni, mert hogyha fut az ember, akkor még jobban mennek utána. Aha. Élő vagy döglött medvének tettessük magunkat. Figyeljetek, nem szabad szaladni, mert akkor a méheket még jobban ingerli az ember, és utánuk szalad. Tehát bárkinek ilyen dolga van, akkor szépen odébb megy, mit tudom én, egy bozót mögé, vagy valami mögé, tehát odébb áll, tehát akkor egy kicsit be tudja csapni a méheket. Aha. Van méhész zöldszám, amit fel lehet hívni, és lehet jelezni, bejelenteni? Hát én úgy tudom, hogy a katasztrófa védelemnél van ilyen szám, és akkor ők tudnak ezzel kapcsolatban. Na most, ha téged riasztanak, te mit csinálsz? Oda mész meg Szeged belvárosába, ahol az 50 000 méh van, és eltáncolod a méh királynő táncát, a válladra szállnak, és hazaviszed őket? Kérlek szépen, ez egy nagyon egyszerű dolog, vagy egy ilyen rajszállító ládába, vagy egy ilyen zsákba befogja az ember, és akkor el lehet onnan szállítani bárhova. Jól van, Tasi Mihály méhész, köszönjük szépen neked a jó tanácsokat, tehát lassan mozogni, halott medvének tetetni magunkat, és nem fújni magunkra. Nem kell medvének lenni, mert a mézet szeretik. A medvék na, is. Meg a medvék is, meg a méhek is, igen. Jó nem van, köszönjük. Az. Köszönjük szépen neked, jó munkát. Köszi viszont. Szevasztok. Na, megokosodtunk, nem? Ennyi, hívjuk a katasztrófa védelmet. Ennyi, és akkor majd ők kijönnek, megoldják a problémát, mi viszont most hármasugrást játszunk. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki. Jó reggelt, Péter, szia. Jó reggelt, sziasztok! Szia. Egy irodában vagy Budapesten, és van két kollégád, Zsuzsi és Joci is, ugye? Hát több is van, de ők vannak itt mellettem, igen. A többieket, azokat kizártad, mondtad, hogy ti nem vagytok elég okosok a hármas. Nem, hát messzebb ülnek. De hallgatják a játékot? Tehát előfordulhat az, hogy valaki kiabál a távolról, hogy nem azt kellett volna mondani! Erre van esély, igen. Az annyira messze nem ülnek. Mi a terv? Végig szeretnétek-e menni mind a három kérdésen? Igen, akkor el tudjuk osztani. Ha ilyen sokan vagytok, és van széles sávú internet, akkor szerintem menni fog. Jól van, próbáljuk meg, remélem. Kezdünk is. Na, nyakbaakasztóért, dedikált nyakbaakasztóért az első kérdés. Melyik hazai rockzenekar slágere a Legyen valami? Ez a Hurricane. Igaz! Illetve egy kicsit a Rammsteinnél is, de ők nem hazaiak. Jó, dedikált Egér alá téti. Melyik ország területén található a tordai hasadék?
Románia. Ó, oh, az hátulról jött. Igen, hátulról igen, igen, ez a távolból jött. Ez a tudatalattitból jött elő. Oké. Okay. Jó, harmadik kérdés, dedikált óráért. Melyik csapat lesz a Real Madrid ellenfele a labdarúgó bajnokok ligája hétvégi döntőjében? Atletico Madrid. Adjad már, hogy egyből rágyom. Szép volt, fiúk, na, lányok. Hallottátok? Igen, kisikított a Zsuzsi, vagy a Jocsi? Nem, mindenki, az emelek. Jó van, Péter, gratulálunk. Nagyon-nagyon szép teljesítmény. Mondjuk hozzáteszem, hogyha most Balázs megkérdezte volna, ha itt lett volna, hogy Jani, nehezek-e a kérdések, akkor azért itt most nem kellett volna olyan nagyon nem nehezet mondanod. Jó, hát szuper, szuper volt, mind a három megvan, úgyhogy mindent dedikálunk és mindent küldünk, hogy hogy osztjátok meg, az majd rajtatok múlik, jó? Persze, azt eldöntjük. Köszönöm szépen a lehetőséget. Mi is köszönjük, jó munkát. Sziasztok. Sziasztok. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 3 perc múlva 9 óra, a hírek után jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Sebestyén Balázssal, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Itt a Klassz FM-en. Jó reggelt mindenkinek, szavaztok, 2 perc múlva lesz 9:50. Így van, pontosan. Sikeres vagy összeraktam. Igen, lassú voltam, de megoldottam. Na kérlek szépen, nincs ma Balázs, tegnap már jelezted él körül, hogy ő beteg, úgyhogy pihenjen nyugodtan. Holnap azt mondta, nekem már most írt, hogy ha tud, akkor jön, de ha ez hétfő, akkor azt valahogy megoldjuk majd. De nem távozott el végleg a műsorban. Így van, de bármire kíváncsi vagytok, azt nyugodtan írjátok meg nekünk, 0-76-45-00-00, ez az SMS számunk. Rögtön válaszolok Kivi kérdésére, aki azt kérdezi tőlem, hogy Jani, milyen alsó ruházatot hordasz? Boxer, feszülős boxer, fecske, tanga, semmi. Írja nekünk Kivi, tehát azt mondja, hogy én most egy ilyen oroszlános emblémás. Hát érte, azt hittem oroszlános mintás. Vagy párduc mintás. Fecske? Szerintem inkább fecske. Nem hordanak de az hogy emberek nem fecskét. Miért ez fecske? Mert én megmutatom. Nem vagyok. Miért kíván? Nem láttál még ekkorát? De nem vagyok, hát ekkorát még nem. Hát nem nagy idős az a szemüve. Nem akarom látni. Közellátó vagy távollátó vagy, mert akkor úgy állok be. Távolra nem látok, tehát közelre igen. Ez a fajta, ez akkor szélét mutatom. Hát ez fecske. Igaz? Ez oroszlános, de fecske. Fecske. De prémium márka. Igen, de értem, de sporthoz hordunk fecskét. Aha. Egyébként nem hordunk fecskét. Egyébként boxert hordunk, vagy hát ki mit akar, én ebbe nem megyek bele. Igen. Aha. Zsül? Fecskés Anna? Vagy te is? Basszus, mind a hármatokon boxer van, Annán is. És Lacin is. És Lacin. De ez nagyon jó, azt kéne még tudjuk, hogy ki fiú-e vagy lány. Aha, hát... Ugye? Mert hogy mi az érdeklődés tárgya? Ez engem így érdekel. Na, bizony, legyen. Bizony. Na mindegy, ez van. Figyelj, nem szeretem egyébként, hogy begyűlődik a szára. Nem egyrészt, a másrészt meg így nyáron valahogy túl vastag nekem. Nem akar, nem meg ősszel, tavasszal és télen. Télen is vastag, de azonban most már megszokták többen. M5-ös 140-es kilométer Szeged felé a terelés. Ez a jó szó. Terelés végén. Trafi, Gábor. Mérnek az M7-es autópályán 96-as szelvény Siófok, Kelet környékén a Balaton felé Bence, Dombóvár 61-es fiú, Tamási felé Trafi, Teddy Pisti írta nekünk ezt. Nagyon sokan írtak még a méhes sztorira, hogy a méheknek már nincs lakásuk, mert svájci frankos hitelük volt, elúsztak a törlesztővel, és kilapoltatták őket. Tehát ez a válasz arra, hogy miért vannak Szeged belvárosában. Ferikém, Vóna vagy 30 testvéred, te se feküdnél lapjával az ágyba 29 tesóval, hanem költöznél. Jogos. És a nagy kérdés, Évi vetette fel először, de többen kérdezték, ki számolta meg, hogy 50 000-en vannak. Egyébként érted? Meg tényleg. Tehát, hogy hogy mer a hírszolgálat. Na. Hát egy, mit tudom én, érted? Vagy megfogsz például össze... Charlie Bibit, az autista. Vagy összeraksz 10 méhet így a kezedbe. Igen. Az körülbelül ennyi.
Aha. És akkor azt így beleillesztette a méhrajba, és akkor kiszámolta, hogy az 5000-szer fér bele, és akkor az 50 ezer. A szóvivő azért hozzá ránézett, és aztán lenyilatkozta. Hát ez szerintem a fiak katasztrófa védelem emberei ezért. Aha, mert ránézésem 50 ezer. Nem bánt a rajzó méh, a rajzással van elfoglalva, nem veled. Aha. Ez pedig egy másik méhész írta meg nekünk. De jó, na jó, van, okosabbak lettünk egy kicsit. Figyelj, tegnap álmodtál esetleg tegnapról már a viradólag valamit? Én most nagyon koncentráltam este. Mert ugye a tegnapi témánk az volt, hogy Balázs meglehetősen betegeket álmodik, ahogy egyébként én is. Balázs ugye egy olyan sajtótájékoztatón volt, egy könyvnek a bemutatója volt. Hát a saját könyvének. A saját, igen, csak a könyvnek a címlapján, amit ő írt, és alapvetően mondjuk róla szól, nem volt más, mint Berényi Miklós, afroamerikai kiadásban, igen, őszülő hajjal. És basszus, nekem is volt egy nagyon kellemetlen álom most tegnapról már a viradólag. Én ugye tegnap azt meséltem el, amikor egy oroszlának a érdésmond farkával kötöttem össze. Igen, kötöttem össze a kellemest a hasznossal. És most tegnapról már a viradólag volt egy nagyon kellemes, meg egy nagyon rossz élmény. Tehát folytatódott az álom, de most az oroszlán volt hátul. Igen. Kb. Egyébként. A kellemes része az volt, hogy együtt ünnepeltem a női zuhanyzóban a győri lányokkal a PL győzelmet, a rossz pedig az, hogy utána szegediekkel az EA kupát. A férfi kézilabda csapat. És ott is zuhanyzó, ugyanaz igen. Minden. Tehát kimentek a győri lányok, bejöttek, ennyi. Imádtad, fürdőztél. Sikerben, ők azt mondták, hogy oké, Jani, kész vagyunk, de maradj, mert van egy meglepink, és bejöttek a szegedi fiúk. És a legrosszabb az volt, hogy a lányoknál nem fogyott el a folyékony szappa. Beteg vagy! Várom holnap reggel is a beszámolót. Hát, ha már félek elaludni. Még ilyen. Én ezért nem szeretek álmodni. Látod? Ilyen baromságokat tudtok összeálmodni. Van egy izgalmas hírünk, jelen pillanatban Lengyelországból az ottani légitársaság a LOT egy aukciót szervezett, ugyanis másfél tonna felgyűlemlett podgyász maradt náluk, tehát kisbőrön, kistáska, akármicsoda, és kitalálták ők, hogy ők ezzel nem tudnak foglalkozni, egy évig tartották a podgyászokat, ha valaki jelent kezetért, akkor jöhetett, de van egy csomó olyan podgyász, amiért nem jöttek. Nincs ráírva név, cím, telefonszám, nem tudnak utána járni. Ez az a LOT, ahol a repülőt vezeti a pilot. Mi van veled, 9-re? A Ristej, bakker. Nagyon jó. A holnap 6-kor itt meg légy szíves. Igen, a pilot vezeti a lotot, és kitalálták, hogy lehet rá licitálni, de úgy licitálsz, és tök érdekes, mert most az összes ilyen tudományos természet és egyéb csatornán mennek ezek a bizonyos garázsvadászok, a licitvadászok. Iszonyatosan jó műsor. Ugye? A lányom odáig van tőle meg vissza. Nagyon jó, ugye felhúzzák a redőnyt, be lehet nézni pár perc erejéig, úgy lehet kitalálni, hogy miben mi lehet. Utána licitálni kell rá, vakon, és adott esetben nagyon súlyos dollár ezreket lehet rajta keresni, vagy nem, bukni. Vagy iszonyatosan bukni. Mert van, aki 6000 dollárért vesz meg egy ilyen kis kutricát, és kiderül, hogy nincs benne semmi, csak egy mit 1000 dollár értékű cucc. Új, és ők valószínűleg ők is látták ezt a sorozatot, vagy ebből most már többféle van, és kitalálták, hogy azon, hogy regisztrálsz, azt hiszem 10 lotyit kell befizetni, az valami 700 valány forint, ezért... Micsoda? Ja, az lotyit, ezért egy 10 lotyot kell befizetni. Nem, lotyókat nem. Nem. Zlotyi van még a Lengyelországban, még zlotyi van. Értem, hogy merre akarsz elmenni, lotyók nincsenek benne. Tehát egy darab lotyó sincs a hírben. Tehát 10 zlotyit kell befizetni, ez mit 780 forint, és ezért te jogot szerzel az aukcióra, amit aztán interneten bonyolítanak. De úgy veheted meg a bőröndöt, hogy nem tudod mi. Hogy nem láttad. Nem láttad. Mi lenne szerintetek először, amit így az ember megfigyelne egy ilyen bőröndön? Hát nyilván, ha márkás bőrönd. Így, ha Mr. Samsonite, akkor én lehet, hogy igen. Például akkor arra befizetnék. Ja. Vagy hogyha ha jobb állapot, például én az ilyen úgynevezett kemény híjas bőröndökre biztos, hogy imádod, licitálnék. Mi? Egyrészt azért, mert az egy picit drágább kategória, én úgy tudom, másrészt meg ott érzed azt, hogy nagyon meg akartak benne védeni valamit. Tehát valószínűleg nem egy ilyen zsíros deszka van benne, meg néhány fej lilahagyban. Hát az ritkán adom fölrepülőre. Én szeretem a zsíros deszkát és a lilahagymát is ritkán adok fölrepülőre, de szerintem úgy válogatsz, hogy az értékesebb bőrönben valószínűleg értékesebb dolgok vannak ruhában is, vagy akármi másban, tehát arra jobb licitálni. Csajos bőröndök, az is például, arra is. Mire mennél rá? Hát, ha van benne egy zizgő. Nem, mert most komolyan, mert hogy a nőknél szerintem általában értékesebb holmik vannak. Aha.
Nem? Hát figyelj, hogyha egy nem feltétlenül? Férfi... Jó, hát a te barátnődnél nem is ül, mert nem veszel. Nem veszel neki semmit. Nem veszel. De nem, most komolyan, tehát hogy a nőknél szerintem lehet benne adott esetben ékszer, lehet benne mondjuk egy ilyen, mit tudom én, egy tablet, vagy valamilyen kis... Nekik azért komolyabb dolgai. És egy üzletembernek a bőr... Tudjátok, mibe kerül manapság egy epillátor? Fogalmam sincs, nagyon régen vettem magamnak, de ha például egy üzletember bőröngyét nyitott ki, ami LV feliratos, tehát ez a nagyon, nagyon drága bőrönd, akkor abban azért elképzelhető, hogy van egy menő megszámítógép, ami már 500 ezer forint. Mondjuk ez simán lehet. Ugye? Tehát, hogy nem biztos, hogy ez a jó vonal. Na mindegy, az árverés végét még nem tudjuk, de az biztos, hogy a lengyelek így döntöttek. De vajon mi van a magyar légitársaság? Olyan már nincsen, de a magyar repülőtéren vajon mi lehet? Nálunk ha nem is történik. Az biztos, de nálunk mi történik a bőröndel? Hát, szerintem nálunk sokkal jobban odafigyelnek rá ahhoz, hogy mondjuk de ez így eltűnjön. A hazánkat. Amikor mi voltunk, nemrégiben kaptunk egy fél évvel ezelőtt a Cselebitől egy ilyen meghívást, és Zsűl kollégával együtt mi ott voltunk a repülőtéren, és meglátogattuk ezeket a helyeket, és azt láttuk, hogy nagyon precízen, nagyon pontosan, nagyon akkurátusan is a szakmának, meg a kívások megfelelően jelentsenek ezek a dolgok bármit is ebben a kategóriában. Ott tökre rend volt. Minden rendben volt, nem volt semmiféle probléma. És föl van írva a falra, hogy Cselebi bennünket nem csel... ja, igen. Csak hogy a te vonaladat folytassa. És... Na most a Cselebi, azt azért mondjuk el, hogy ők ugye a földi kiszolgáló így személyzet. Így van, pontosan. Aha. És nekik például ők pakolják a bőröndöket? Igen. Aha, és akkor ők azok, tehát a Cseleminél nyilván, aki főnöki pozícióban van, ő vigyáz arra, hogy például a pakoló brigád ne férjen ott hozzá. Ott külön szerintem van rá egy külön szakember, aha, aki konkrétan ezzel foglalkozik. Egyébként őket mi is vitt körbe. És nagyon szépen köszönjük utólag is. Nagyon szíves. Ja, nem de ígértett, hogy még egyszer majd is lesz folytatás. De hát azóta se semmi. Na mindegy, ez nem az rosszul viselkedtetek. Itt van viszont velünk Hardi Mihály. Jó reggelt, szevasz! Jó reggelt kívánok, szervusztok! Jó reggelt! A Klassz FM minden hallgatóját. Na, nem tudom, hogy mennyit hallottál a hírből, ugye a lengyel légitársaság találta azt ki, hogy náluk a repülőgépen maradt körülbelül másfél tonna, már nem egy gépen, hanem sok-sok gépen egy alatt. Hosszú évek természetesen. Igen, másfél tonnányi cucc, és ezt elárverezik. Mi arra vagyunk kíváncsiak, hogy a magyar repülőtéren, a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtéren vajon mi a helyzet. Nálatok is van ilyen, hogy ott hagynak valamit, azzal ti mit csináltok, mi lesz a sorsa? Persze, van, hát azért az utazók is nagyon feledékeny emberek, de itt ugye három különböző lépcső van. Tehát van egy olyan tétel, amit ott felejtenek már az utasbiztonsági ellenőrzésen, és nem is visznek tovább. Ez az egyik tétel, na ennek most is más a kezelése. Hát aztán van olyan, amit a repülőgépen felejtenek, azzal is más az eset. És vannak ezek az elveszett podgyászok, amiket ugye, amelyek keringenek a világon körbe-körbe, és aztán, ha nem jelentkezik értük senki, akkor annak is más a na ezt a világban keringő bőrödöt én ezt nem annyira értem. Tehát, hogy soha nem tudtam, hogy ez mit jelent, hogy elfelejtik kipakolni a gépből, és akkor nem, elmegy valahova, megint telepakolják, és már elvesznek ez, a fonalat. Nem, ez a bőrönd, ami tévesen rossz helyre tesznek föl. Tehát mondjuk Budapestre érkezik egy bőrönd, amire valójában a címkén São Paulo van írva, mert Frankfurtban rossz helyre rakták, rossz gépre pakolták föl. Erre van egyébként egy úgynevezett World Tracer nevű számítógépes program, tehát a repülőterek a tévesen hozzájuk érkezett podgyászoknak az adatait, és hát ugye most már minden podgyászon, amit feladunk, azon rajta van egy zebracsik, ez elég gyorsan megy, azt berakják ebbe a programba, az egyik tétel az, amelyik keresi a repülőterét, a másik az, amelyik keresi, hogy hol a gazdája, és ez a két tétel, ugye ez gyakran fedi egymást. Egyébként úgy van, hogy az EU-n belül 30 napig őrizzük itt a bőröndöket, és hogyha nem jelentkeznek érte, akkor visszaküldjük annak a légitársaságnak, ahonnan jött. Aha. Ha nem EU-s a bőrönd, akkor 20 napig őrizzük, és utána küldjük vissza a légitársasággal, amellyel jött. De hát mondjuk például az utasbiztonsági ellenőrzésen ott felejtett dolgoknak nagyon széles a skálája. Egyedül élő kisbabát nem felejtettek ott, de már babakocsit már igen. Az milyen számomra... érdekes, hogy ahhoz nyilván volt egy baba, amikor felszálltál. Hát hosszú volt az út, tengeren túli járat, sokat és elfelejtett. Megtanult járni. De hát ugyanilyen fura dolog például, hogy valaki egy satut hagyott ott. Azért. Most ezt képzeld el, hogy a kedvenc satummal ülök föl a...
És hát aztán vannak ennél cifrább és sikamlósabb történetek is, ebben mondjuk nem menjünk bele, de ezt is ugye ott az átvilágításnál valahogy ott felejtették a tálcán. Aztán volt olyan tétel, hogy 110 ezer forintot felejtett ott valaki, 5, 10 és 20 forintos érmékben. De várj, ezt csomagban adta fel? Nem, ezt az utasbiztonsági ellenőrzésen hagyta ott. Na, itt álljunk meg egy pillanatra. Átjutsz, ugye becsekkoltál, átjutsz a bejáraton, és akkor ott föl le kell venned mindent magadról, ami fél. Rá kell rakni ugye a tálcára. Oké, tehát 110 ezer forintnyi 5, 10 és 20 forintos, az egy elég nagyméretű nájlonzacskó. Csak feltűnik az a hiány abból az 5 és fél kilónyi. Tehát beteszem a kis szürke tálcára, ráteszem a görgőre, én átmegyek a kapun, és a másik oldalon már nem veszem fel. Pontosan ez történt, erre magyarázatot találni én azóta se tudok, de van ennél cifrább is, mert valaki egy pár mankót hagyott ott. Tehát oda biceget gondolom én az utasbiztonsági ellenőrzésre mankóval, majd én szerintem ez már innen új szövetség történet, kejtől és jár, átment az utasbiztonságon, és ott felejtette a mankóját. Hát figyelj, a ti embereitek ezek szerint csodákra képesek. Meggyógyultam. Na most azokért a tárgyak, tehát mi ezt őrizzük egyébként egy évig. Aha. A legtöbb persze az a laptop, a tablet, a mobiltelefon, ezekért elég gyorsan jelentkeznek a gazdái, de mielőtt valakinek ötlete támad, ugye abba bele kell tudni lépni, vagy kell tudni adni valami olyan azonosító információt, ami csak a tulajdonos ismerhet, tehát minimum be kell tudni kapcsolni a PIN-kóddal a telefont, vagy valami hasonló. De egy pár jó mankót bármikor kaphatunk tőletek, nem? Ez így van. Ez így van. Viszont egy év után az az eljárás, hogy a BÁV-nak adjuk át, mert egy év után ugye ez már gazdátlan terméknek számít, és akkor ez a Magyar Államkincstár illeti. És a BÁV jön ki, ők veszik át, és ők értékesítik azt, ami ezekből a tárgyakból még értékesít. Ti belenéztek például a bőröndökbe, amit mondjuk ott hagynak? Megpróbáltak úgy, nem is tehetitek meg. Pedig beletudnátok, van egy ilyen nagyon jó golyostólos módszer, amivel ki lehet... Te ezt hallottad? Én ezt láttam, ezt a videót, csak ezt mindenki, már bocsánat a kifejezésed, ezt beszopta mindenki, ugyanis ez a keményfedeles bőrönzárak reklámja volt. Ez egy vírus videó, amivel a cipzáras bőrönt helyett a keményzárast akarják most akarjuk szétszedni a Laci bőröngyét, most akarok belevágni egy tollat. Azt mondod, Misi, hogy mindenki benyalta, mint a limóport. Ezt abszolút, ez egy nagyon jó kitalált reklám tudsz volt, úgyhogy... És nem is lehet, azt mondod, hogy nem lehet megcsinálni? Hát a reklámban mindent könnyen lehet, de azért ez nem ilyen egyszerű. Na, a lényeg az, hogy amit, tehát mi bele tudunk nézni a bőröndbe a röntgenkészülékkel. Ez ugye minden bőröndöt ezt is kevesen tudják, ami fölkerül a gép fedélzetére, azt átvilágítjuk. És szerencsére már röntgenkészüléket is hagytak ott nálatok így. Elég az nagyot ráadásul. Hiszen ezek több százmilliós gépek, tehát hogyha például nem tudtál elmenni időbe tüdőszűrésre, csak felfekszel a talagra, és akkor Jól van, köszönjük szépen neked, hogy rendelkezésünkre álltál, illetve Janinak van még egy nagyon jó kérdése, most jelzi. Lesz-e folytatás a Runway Run-nak, a reptéri futóversenynek? Lesz, bizony szeptember 6-án lesz, úgyhogy ezt majd rádión kívül megbeszéljük a részleteket. Várunk benneteket nagyon, meg hát azt is, hogy te élőbe bejelentkezzél majd, amikor jó. Lihegsz itt a futópályán. Itt vagyok, mindjárt leszáll a gép. Na, majd meglátjuk szeptember? Igen, szeptember elején lesz. Rendben, köszönjük szépen, a Budapest Airport szóvivőjeként álltál rendelkezésünkre, mint mindig. Én köszönöm, jó munkát, minden jót. Szevasz. Na, akkor nézzük már meg ezt a bőröndös sztorit. Nézd, csak mutatom neked a filmet ott fönt, tessék. Figyelek, hú, de csuk. De szép. Nézze pont kérdése, azt mondja, hogy igen. Igen, várja, megvan. Tehát arról van szó, hogy egy piros, nem kemény fedeles bőrönd fekszik a csávó előtt. Ez a bőrönd ugye a szokásos módon két zipzárral kapcsolódik össze, vagy két ilyen záró szerkezettel, amit emberünk lezárt egy lakattal. Ezt itt meg is mutatja, hogy ugye ez a lakat, ez egy nagyon jó záró szerkezet, majd fogja a lakatokat, illetve a lakatot, és a két zipzárt elhúzza az egyik végére. Én közben ezt próbálom csinálni a Laci bőröndjével, ez nálunk már meg is van. És akkor egy ilyen hegyes eszközzel, amit úgy hívják, hogy töltőtól. Igen. De a két fok közé, középen, csak elmondanám, hogy meg tudom csinálni, gyerekek. Oda néz. Hoppá. Laci, nem állj, ilyeneket teszel be. Ja, ez nem az. Nézd meg. Aha. Jó? Tehát nem tudom, mi ez, de mossátok ki. Van benne egy,
ez nem az én fejhallgatom, amit tegnap lenyúltál? Ja nem, ez egy töltő, van benne. Valami. Egy vasalás. Na de várjál, oké, kinyitottad, kivettem. De most jön a lényeg, hogy vissza lehet-e úgy zárni ezt a bőröndöt, aminek ugye egy golyostollal kinyitottad a cipzárját, aha, hogy nem lehet utána felismerni az idegenkezűséget, a behatolást. Mondom még egyszer, a videóban ugye a két zipzárat összelakatolta, ezt kihúzta a betörő oldalra, benyomta a tollat, kinyitotta, idáig meg vagyunk. A nagy kérdés az, hogy ha én most ezt a bőröndöt visszacsukom, és elkezdem a két cipzárat, ami össze van lakatolva, körbehúzni, akkor visszazáródik-e? Ez ugye? A kérdés. Ez jövünk a kérdés. A reklám után. De, hogy jövünk a reklám után. Figyelj, elmondom neked, hogy igen. Oda néz. Basszus. Gyerekek, ez visszazáródott. Figyeljetek, egyébként nagyon komoly, mert hogy ez a videó gyakorlatilag egy oktatóanyag tolvajoknak. Ez az. Most ezt komolyan mondom, és ráadásul mi is így nagy nyilvánosság elé tártuk, de egyébként működik a dolog. Abszolút nem, működik a dolog. Ez fölhívja a figyelmet arra, hogy tessék becsomagolni. Ez is igaz. Így van, mert hogyha abban az esetben, hogyha mondjuk ez a bőrönd, de ez a műszálas bőrönd, ugye ez nem egy kemény héjas, ez le van fóliázva, akkor valószínűleg ezt a dolgot nem tudják meglépni. De vagy ez működik? Miért mondta a Hardi Misi azt, hogy ez nem működik? Azt mondta, hogy ez valamiféle ilyen reklámanyag egy bizonyos bőrönmárkához. Figyelj, tökéletes, tehát leveszed a bőröndödet a repülőtéren, és azt gondolod, hogy sehol nem is látszik rajta, hogy ez ki volt nyitva, azt gondolod, hogy te megúsztad a dolgot. És közben úgy vettem ki belőle bármit, hogy semmiféle sérülés nincs a bőröndön, még adnak a nyoma se látszik, ahol benyomtam a tollat. Semmi. Bármit ki lehet belőle venni. Ez nagyon kemény. Nagyon durva. Az mi? Liszt? Angel Dust. Vanilla Liszt? Figyeljetek, akkor ez a dolog, ez működik. Mindenki fóliáztassa le a táskáját, hogyha ilyen jellegű táskája van, hogyha nem keményhelyes bőröndöt használ, mert ezt nagyon-nagyon könnyű kinyitni. Még a Feri is meg tudta csinálni. Pedig egy béna. Az egész csávó. Na, akkor ez bizonyított tény, tessék vele vigyázni. 3 perccel múlt el most 9:30, hamarosan jövünk vissza a nap legjobb pillanataival. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 3:45 lesz, 4 perc múlva. Sziasztok! Méhviaszos sampont használok. Gyöngyvirág mézes krémet kenek magamra. A török mézet nyalogatva. Bátor vagyok? Véged van. Hallgató írta, hogy ő ilyen bátran él ebben a dologban. Már csak azért is elővettük ezt a témát, mert az ismétlésünkben a mai nap legjobb pillanataiban a Tasi Mihály méhésszel folytatott nagyon mélyen szántó, és a részünkről Jánossal nagyon szakmai. Így van. Hát azért világítottak belőle a tények, főleg a mi mondani valunk. Nagyon szakmai beszélgetésünket is beletettünk. A másik pedig, ez egy véletlen téma volt a mai reggelen, beszélgettünk ugye Klein Dávidról, hogy ő most már a csúcstámadás közelében van. Te ugye szombatra datáltad ezt a dolgot, mert igen, hogy azok az utolsó információk. Így van, na most kérlek szépen, írt nekem, ha elbírom olvasni az SMS-t, mert jó a szemem, a Spár Everest expedíciónak a sajtófőnöke, hogy a legfrissebb infok szerint Dávid már péntek este felérhet az Everestre. Tisztul az idő, nagyon gyorsan halad, csak a szél erősebb a kelleténél egy kicsit, amint Dávid megerősíti, hogy minden oké, frissítik is az expedíció honlapját. De jó. Úgyhogy lehet, hogy egy nappal korábban van, és az is lehet, hogy ezt az SMS-t nem kellett volna beolvasni. Aha. Hát, egy picit görges fel, és igen, nézd meg, hogy mi van az alján. Bizalmas. Aha. De ez légy cím, maradjon köztünk. Ne haragudjatok. Feri. Kedves pár Everest expedíció, bocs. Na, akkor most már szerintem viszont frissítsétek a honlapot is. Szóval vele kapcsolatban kezdtünk el beszélni az embertelen teljesítményekről, és akkor eljutottunk odáig, hogy minden ember életében lehet olyan, amikor 30 évesen, 20 évesen, 40, 50 évesen, tök mindegy, azt mondja, hogy szakítok az eddigi életemmel, mondjuk elkezdek sportolni, vagy a te általad hozott példa, ugye, hogy a pornófilm nézés után éljen a gyufás katujából kirakott Taj Mahal. Így van. Amikor megcsömör lesz már, amikor eljutsz már arra a szintre, hogy már azt az oldalt már nem akarod megnyitni. Mert az, hogy na jó. Hogy jön valami másik. Így van, mert az már a te inger küszöbödöt is meghaladja, és akkor jön egy olyan pillanat, amikor azt mondod, hogy csőtésztából fel akarom építeni mondjuk az Ankor rombáros. Az se rossz. Na, hát erről beszélgettünk ma reggel. Morning Show. Ez történt a Morning Show-ban. Ez itt a Morning Show. Az az izgalmas benne, hogy a méhekkel kapcsolatban nincs jó döntésed. Ugyanis azt írja a szakirodalom, hogy ha erős a dezodorszakod, igen, tehát ha fújtál magadra valamit reggel,
megtámad a méh. De várjál. Ha izzadságszagod van, megtámad a méh. Ha öblítőszer illatod van a ruhádnak, aha, akkor megtámad a méh. Tehát csinálj bármit, megtámad a méh. Igen. Gyakorlatilag aha, ennyi. Van. Tehát ha szerencséd van, akkor nem támad meg a méh. Na kérem szépen, a mi feltételezésünk az összes eddigi az ugye fikció volt, viszont itt van velünk Tasi Mihály méhész. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Jó reggel! Tasi úr, hát mondjon nekünk okosat, mit csináljanak a szegediek, amikor 50 ezer méh van a szegedi vasútállomáson? Hát jó reggelt mindenkinek. Hát gyakorlatilag szólni kellene egy méhésznek, aki majd ezt be fogja fogni. De jó! Egy nagyon békés raj állapotban méh család. Ő ilyenkor helyt keres, mézet visz magával. De miért mennek be a belvárosba? A méh az nem az erdőt szereti, a mezőt, a virágokat? Keresnek helyet. Keresnek helyet. Például mondok egy nagyon egyszerű dolgot. A kéményeket nagyon szeretik, mert az ősi ösztön az odu. Tehát a kéményt azt szinte oduként kezeli. Bemegy a kéménybe. Aha. Mit lehet vele csinálni? Ki kell füstölni? Semmi mást. Tehát ezek csak egy nem új kell. Helyet kerestek maguknak? Ez egyfajta népvándorlás most a méhek életében? Hát ez a szaporodásnak egy ősi ösztön, az rajzás. Aha. Na most miért nincs nekik lakásuk? Tehát miért kell nekik új? Hát tényleg honnan jönnek ezek ugye? A méhek? Mert hogy... Azért, mert túlszaporodnak ilyenkor. Tehát erre az időszakra, amikor... hát most egy kicsit hamarébbra jött a rajzási láng, mert 2-3 héttel korábban van. Ugye most már az akác lassan a végéhez közeledik az északi részen is. Uh-huh. És ilyenkor szokott rajozni, tehát a család ilyenkor erősségben, népességben a legnagyobb. Ilyenkor 50-60-70 ezerig is nagy családok fölmehetnek, aha, de az 50-60 az egy természetes állapot, és akkor érzi azt, hogy új családot kell, új anyát kell otthagyni, és az öreg anya kimegy. Hát ez minden férfi életében jön ez az időszak szerint, amikor így elkezd ezen gondolkodni, de hogy, hogy egyébként ezek a méhek mikor veszélyesek? A méh az a színre és az illatra megy. Uh-huh. Tehát a feltűnő színű ruházat nem jó méhészkedésre. Nem egészen, de hát most mondjuk melyik az a feltűnő ruha, mert tehát annyira nem, inkább az illat az, ami uh-huh. nagyon tudja. Hát ami olyan elbítani. Mélyen dekoltált, hogy már lehet látni az odut is. Igazatok van. Mihály, tényleg nem akarom rátkenni ezt az egész ügyet és méhész barátaidra, de nem ti vagytok a felelősek, hogy nem raktatok ki elég kaptárt ennek az 50 ezer méhnek? Nem. Ő akkor is ki fog menni, hogy bármit csinálunk is, hiszen ez az esztendő, mondhatni azt, hogy a rajzás esztendője. Én nagyon szurkolok Klein Dávidnak, hogy feljusson. Ugye az Everestre első magyarként oxigén palack felhasználása nélkül. Ma indul fel 7000 méterre, és hogyha minden jól megy, akkor 24-én ér el 8300 méteres aha. magasságba, és onnan olyan este 9-10 óra tájban indul föl a csúcsra. A gyerekek, én valamelyik nap ezen gondolkoztam, ezeken az emberi teljesítményeken, hogy ugye mire képes valaki, mondjuk ha valaki Ironman csinál, vagy mint az a magyar sokszoros Ironman bajnok, hogy hívják a... Szőnyi úr. Aki megébredt 40 évesen, hogy kéne valamit végre csinálnia, aztán már a következő évben már maratont futott, és utána eljutott egészen addig, hogy 10-szeres Ironman lett belőle. Írd és mond, itt arról van szó, hogy gyakorlatilag 10 Ironman-nyi, hosszú távú Ironman-nyi távolságot egybe kell teljesíteni. Hát minden nap egyet, nem? Nem sok, de hát... Ez a minden nap egyet, vagy egybe kell lenyomni az egészet? Azt, hát amilyen gyorsan le tudod tudni ezt a 10 darab Ironman-t, akkor így érted, tehát 10x3,6 km úszás, 10x180 km kerékpározás, meg tízecske kis maratonocska, hát az miatt. És érted Jézus, úgy, hogy korábban neki nem volt sem számottevő, én úgy tudom, hogy egyébként gyakorlatilag semmilyen sportmúltja nem volt, csak hogy 40 évesen, hogy felkelt, hogy megropogtatta a vállait, kicsit, de sipott vagyok, kéne valamit sportolni. Aztán gyorsan elkezdett így futogatni, meg kerékpározgatni. Várj, a biciklivel kezdődött a sztori, az óriási, talált valami régi piros sepel biciklit magának, ne. És azt, hogy ő azzal elkezdte kerni, és miután a Tata és a nem tudom, Vértesszőlős közötti úton utolért egy profi kerékpárost, majd le is hagyta, és megállt egy ilyen piros lámpánál, és a csávó, aki ment, aki egyébként egy nagyon, nagyon komoly biciklista volt, odaért mellé, és megkérdezte tőle, hogy ne haragudjon, ő mióta
mióta kerékpározik. Szóval hát most toltam ki a bringát egy kicsit a garázsból tekerni egyet. Az milyen megalázó. Engem a sport teljesítmény az nagyon-nagyon érdekel. Már így hallgatni, meg nézni. Tudod? Tehát, hogy az valami földön túli boldogság, mikor mások le tudnak futni egy maraton. Engem egyébként például az újrakezdők, meg nagyon-nagyon tisztelem őket, meg akik egyszer valamikor valamilyen szinten már sportoltak, és akkor elkezdenek vele megint foglalkozni, mondjuk ilyen 5-10-15 éves kihagyás után, azok is nagyon-nagyon szimpatikusok számomra, és megsüvegelem őket, de igazából azokat tisztelem nagyon, akiknél tényleg nem volt semmiféle múltja a dolognak, és tényleg az volt, hogy ültek mondjuk egy íróasztal mögött, irgalmatlan túlsúlyjal ültek, és akkor gépeltek egész nap, és hirtelen így bekattan nekik, hogy ezen változtatni kellene, és akkor hirtelen így ilyen... Föladta a munkáját, beolvasott a főnöknek, és akkor kezdte el, a saroktól saroki, utána lefutottak egy háztömböt, utána lefutottak egy szigetkört, most pedig ultramaratonisták. Tehát, hogy ezek az emberek, akiket a leginkább tisztelek. Olyan mennyiségű SMS érkezett emberekről, akik azt mondták, hogy letették a cigit, nem isznak, nem esznek, csak futnak, hogy az valami fantasztikus. Férjem 50 évesen 160 kg volt, elhatározta, és egy év alatt 80 kilót fogyott. Kerékpár azóta is, napi 50-70 kilométer, és 80-90 kiló között van, több mint 5 éve azóta, és ez egy ilyen kis, hát hogy is mondjam, ilyen azóta megváltozott az élet, írja Ilona, tehát mindkettőjüké. 245 kilós voltam egy betegség miatt. Jézus már. Élhetetlen lett az életem, négy fal közé szorultam, az orvosok szerint így kell leélnem az életem. Most két év alatt mínusz 80 kilónál járok, gyönyörű. Napi 3-4 kilométer séta, napi másfél kilométer úszás, nem adom, felnyílik a világ. Ta! Ehhez mit szólsz? Ez fantasztikus. Veled vagyunk, nem írtad alá, veled vagyunk, imádunk, szeretünk. Tényleg. 52 évesen lettem spinning edző. 100 kilósan, írja Miki, aztán valószínűleg ebből ledobott. Gyökeresen megváltozott az életem. Anyósom hozzánk költözött, azóta sokat futok otthonról elfelé. Megint egy jó példa, 2004-ből 100 kiló, szív probléma, magas vérnyomás, ma mínusz 25 kiló, maratont futok, ketlebellezem, 47 éves vagyok. Holnap után fölfutok a kékesre. Gratulálunk! Na, így van. 11,6 kilométer az ország legmagasabb pontja. Nagyon kemény. Fantasztikus vagy. Dagad disznó voltam, de megvettem az X6-ot, azóta drága mackó vagyok. Ez is egy jó példa. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. A Klassz FM-en. 9 perc múlva lesz 10 óra, szevasz Csabi, jó reggel. Jó reggel, szevasztok, vagy hát szevasz, mert igen, hát különösen örülök neked, ezt akarom mondani. Ugye azt mondja, hogy Balázs lebetegedett, Jani igen, pedig eltűnt. Is. Igen, már mondta. Jani meg eltűnt, nem tudom, az előbb itt volt, még fölkorferáltuk az ismétlést, kiment és kész, vége. Azt se tudom, hogy hol van a csávó. Szerintem fertőtleníti a kezét, mert neki ez egy ilyen fontos dolog, az eltart délutánig, nem? Beszéltünk ma rólad sokat. Ma megint rólam beszéltek? Nincs más témát? De van, nagyon sok témánk volt a mai reggelen, de egy központi figurája vagy a mi életünknek. És mit beszéltetek rólam? Azt, hogy milyen jó lenne. Jelentették egyébként. Azt beszéltük, hogy milyen jó lenne, ha jönnél, mert akkor nekünk már vége lenne a bízszakonok. Nem, az emberfeletti teljesítményekről beszéltünk. Arról, hogy valaki gyökeresen megváltoztatja az életét, leteszi az alkoholt, a dohányzást, a rocker életet, és csak fut. Ebből a négy dologból kettő igaz. Igen. Tehát a fut, és az igaz. Igen, a dohányzás. A dohányzást az igaz. Is letettem, az is igaz. Igen. A rocker életet nem tettem le, meg az alkoholt sem. Jó, figyelj, aki a kerületi polgármesterrel játszik egy zenekarban, az már nem rocker. De hát miért, nem lehet. Ha egyszer rockzenét játszunk. Uh-huh. És a polgármester úr is hosszú hajjal tolja? Hát nincs neki hosszú haja, de már nekem sincs. Tehát a hosszú haja, igaz. A rockerség nem a hosszú hajról szól. Meg tudod, miért vették be a zenekarban, hogy legyen végre aszfalt az utcán. Ne, azért szálltam be. És van? Figyelj, kell egy jó énekes. Kéne aszfalt. Ha igen. Nekünk meg kéne már végre csatorna. Nem így működik. De egyébként tényleg ezt gondolom, hogy nem ettől függ, nem a külsőségektől függ a rockerség. Ha én zenét hallgatok saját magamtól, tehát beteszek valami CD-t, hogy én szeretném most hallgatni, tehát nem a rádió szó, vagy nem a gyerekek, akkor az biztos, hogy mit tudom, a legutóbbi Black Sabbath album, vagy bármi a régebbiek közül. Most Iron Maiden koncertre készülve, elég sok Iron Maiden-t hallgatok. Erről is hallottam ma reggel hosszasan, hogy ti együtt mentek Iron Maiden koncertre, és hogy az előzenekar a Anthrax lesz. Így van. Így van. És meg is hallgattuk egy dalt, jó is esett. Tényleg? Persze. Hát a Neon Knights. Érted. Persze, el is küldtem egyébként a másik telefonodra. Tudod, amit nekem adtál meg csak.
és nem kapcsolod be soha. Nagyon arrébb lettem. Tényleg, na. Úgyhogy lement, jó kis nóta volt. Hívjuk a nap hallgatóját. De jót mondtatok rólam csak. Róla csak jót. Ez Csabi, hogy nem. Jó, még nem sütjük eszünkbe, de ami. A kívánság műsor istene. Aha. Morning Show? Hey, de jó vagy! Gratulálunk! Köszönöm szépen. Mondasz egy nevet, mert nem írtad alá. Igen, a Csacsa vagyok, én úgy írtam alá, és én Attila vagyok. Te a Csacsa. Jó, amelyiket gondolod. A méhekről beszélgetünk, hogy vajon miért költöztek el, ugye, és miért költöztek be Szeged belvárosába. Te ezt írtad, Ferikém, Vóna vagy 30 testvéred, te se feküdnél lapjával az ágyba 29 tesóval, hanem inkább költöznél. Ez nekünk nagyon tetszett. Igen. Úgyhogy gratulálunk, megvan a Morning Show-s ajándékcsomag, és van még egy csomó plusz ajándékod. Például, ha ablakcserén töröd a fejedet, akkor ehhez adunk egy gyönyörű 10.000 forintos utalványt. Aztán ezen kívül kipróbálhatod a paleo étrendet, hogyha nagyon szeretnéd, és hogyha még ezen kívül is vágysz valamire, akkor adunk neked egy olyan benzinkútra egy utalványt, ahol nem csak tankolni tudsz, hanem amcsi tuti hamburgereket is enni. Hát jó, hát ki, hogy lelkesedik, tudod. Hát ilyet, én bennem is bennem szakadna a levegő, annyi minden nyernék. Ugye, hogy az van, hogy elszorult a hangja? Igen, én érzem egyébként a meghatottságot. Aha, jó. Akkor még egy 100 darabos habci papír zsebkendőt is külön, hogy kísérhass maga. Elnézést, egy picit arrébb menjek, mert nagyon szaggatott hallom. Aha. Jó, semmi, gratulálunk, minden örülünk rendben neked. Van. Köszönjük szépen, hogy írtál nekünk, és gratulálunk a nyereményekhez. Oké, okay, hello. Semmi hello, gond. Hello. Szia, vigyázz magad. Arra, mert a telefont ott hagyta. Vigyázz magad. Nem, egy erdőből voltam kint, aztán most már így jobban értem egy kicsit. Oké, okay. Egy erdőbe volt benn. Én is szoktam itt 10 körül. Készültek a karácsonyra. Há, persze. Hát szevasz. Igen, én is méhészkedem, és őrzöm a méheimet. Ja, így könnyű. Méhek és erdő. Köszönjük neked, szevasz. Gratulálok. Oké, okay, hello. Szia. Kérlek szépen, kedves Csabi, ilyenkor elhangzik egy kérdés, aminek a tulajdonosa most nincs itt, amely kérdésnek tulajdonosa most nincs itt. Így van, viszont de... minket érdekel a válasz. Ja, ez a különbség kettőnk között, de a technika megoldást kínál. Csabikám, remek zenék? Hát ennek nem lehet ellenállni. Sakirát hozom, de nem csak azért, mert Sakira önmagában nagyon jó, ugye a legutóbbi lemezén, ami a saját nevét viseli, nagy sikerű dalokat hozott, például az Empire című újdonságot, amit le fogok játszani, de az azért is fontos, mert a Shakira volt annyira jó fej. Az mennyire cranberries egyébként az a nóta? Hát az mindegy, hogy mire hasonlít, ha jó. Hát, na, egyébként ebben látod, igazad van megint. Na, folytasd tovább. Ha, egyébként mondják, hogy a Miley Cyrusnak a slágerére is hasonlít, mert hogy az meg nagy siker volt, a Wrecking Ball. Na de hogy a lényeg, hogy a Shakira bemutatkozik a dala előtt, tehát elmondja, hogy én vagyok a Shakira, ha-ho. És a hármat közülük, vagy három ilyen bemutatkozó sztárt összegyűjtenek. Három Shakirát? Nem, három ja, olyan előadót, aki bemutatkozik a dala előtt, minimum hármat, mert többen is vannak, akik szeretik a Klassz FM-et, és örülnek, hogy játsszuk a dalaikat, akkor nyerhetnek Nestlé ajándékcsomagot a kedves hallgatók. Tehát folytatódik a sztárok a felhők fölött, a részletek rövidesen a hírek után. És tényleg azt mondta, hogy én vagyok a Shakira, ha-ho, nem egy koncertje előtt megállított a biztonságért, és azt mondta neki, hogy én vagyok a Shakira, ta-ho. Jó, de hát a tét azt levágtuk. Oh, lehet ezt a Shakira dalt is kérni egyébként? Akár, ha valaki vagy egy üzenetet hozzá egy jó csatolna. Üzenetet, így van. 061-555-5500 kérhettek Csabitól, mi pedig holnap jövünk, hogy Balázzsal e, avagy nélküle, az majd az ő állapotától fog függeni. Ez holnap reggel kiderül. Köszönjük, sziasztok. Professzor úr. Nagyon szívesen, ezért jöttem el. Sziasztok, ciao. Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Holnap reggel 6-kor újra a mikrofonhoz ülnek az éter nagyágyúi. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez volt már a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.